Szeretettel köszöntjük a mai online tájékoztató rendezvényünkön az érdeklődőket. Elég sokan jelentkeztek, és hát amikor utoljára találkoztunk a Hotel Egerben hasonló körrel, akiket most is láttunk, hogy érdeklődnek a szakképzés témája iránt, akkor is ilyen újdonság erejével, online és személyes jelenléttel igyekeztünk tájékoztatni a várható változásokról, amik a szakképzésben ebben a tanévben elindultak, illetve most januártól még inkább élesedtek. Szerettük volna ezt a találkozást személyesen folytatni tovább, de hát a jelenlegi helyzetben maradtunk az online tájékoztatónál. Azt gondoljuk, hogy a közösségi média csatornáin minél szélesebb réteghez eljutunk, minél többen kapnak információt, vissza is nézhető, akik regisztráltak, és természetesen kérdéseket is lehet föltenni. Előzetesen is kaptunk már kérdéseket, figyelembe is vettük őket az mai előadásainknál, és fölhívom a figyelmet, hogy itt is a kommentekben lehet föltenni kérdéseket számunkra, aki YouTube-on nézi, ott is a chatablakban föl lehet tenni az aktuális kérdéseket, amire igyekszünk válaszolni, bár nem biztos, hogy rögtön a mai előadás alatt tudunk rá válaszolni, de igyekezni fogunk, és természetesen az előadásokat el is küldjük a regisztráltak számára, illetve a kérdésekre igyekszünk válaszolni arra is, amire esetlegesen most nem tudunk. A mai délelőtt folyamán én a szakképzés általános kérdéseiről, a változások legfontosabb tudnivalóiról összességében globálisan fogok beszélni, majd ezt követően tanácsadó kollégánk, Udvari B. Boglárka, ő pedig a szakképzés finanszírozásának, a szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatos tudnivalókkal, tanulói juttatásokról, elszámolásról, a tanulószerződéssel kapcsolatos megváltozott dolgokról fog részletesebben tájékoztatást adni. Ezt a mai délelőttöt egy két órás programra tervezzük körülbelül, igyekszünk ezt tartani, akkor várjuk a kérdéseket, amit az előadások végén igyekszünk majd megválaszolni, hiszen figyelnünk kell nekünk is azt, hogy mi hangzik el, mik érkeznek be. És akkor rá is térünk a mostani, az én előadásomnak a témájára, ami, ahogy elmondtam, a 2020. szeptember 1-től bekövetkezett átfogó szakképzési változásokról fog szólni. A fő témák a jogszabályi háttér, amire a fő szabályok, amire figyelnünk kell, a megváltozott szakképzési fogalmak, az új szakképzési rendszer felépítése, ami szeptember 1-től már így alakult, a most január 1-től köthető szakképzési munkaszerződés, és ezután jönnek majd a további részletek Négbogitól. A jogszabályok tulajdonképpen 2019-ben kezdték meg a nagy átalakulást. Az első jogszabály, ami a mostani rendszerünket szabályozza, az az OKI kivezetése a szakképzési rendszerből, ami még 2019. szeptemberében megtörtént. Ezt követte 2019 őszén az új szakképzési törvény, a 2019-es szakképzési törvény, amihez kapcsolódóan 2020 elején jelent meg a szakképzés végrehajtásáról szóló rendelet. Ezek nagyon átfogóan szabályozzák a mostani képzési rendszert, a jelenlegit is, és az elmúlt régi szakképzési törvényhez kapcsolódó változásokat is tartalmazzák. Tartalmazzák részletesen azt, hogy milyen szabályok az aktuálisak, mik az átmeneti szabályok,
ezek meddig érvényesek, és mik azok a rendelkezések, amiknek még a következő időszakban meg kell születnie. Ezt a rendeletet aztán az idén nyáron módosították, és az év végén a költségvetéshez kapcsolódó jelent meg az a, ezekben kell megkeresnünk az erre adott pontos megfogalmazásokat, és ezekből kell kiindulnunk. Fontos dátum azt megjegyeznünk, hogy 2020. május 31-e egy olyan választóvonal, ami eldönti azt, hogy amikor egy tanuló bekerül a képzési rendszerbe, vagy a képzési rendszerben van, mikor keletkezett a tanulói jogviszonya. Amennyiben 2020. május 31-e előtt keletkezett ez a tanulói jogviszony, akkor rá a régi szakképzési törvény vonatkozik, és a szakképzés elszámolásával kapcsolatosan a szakképzési hozzájárulásról szóló rendeletet kell alkalmazni, amit összhangba kell hozni a új szabályokkal, erről részletesen lesz még a mai délelőtt folyamán szó. Néhány évig ez a két rendszer párhuzamosan fog együtt élni, ezzel meg kell barátkoznunk, de azt lehet mondani, hogy 2024-től a régi szakképzési törvény alá tartozó képzések már kifutnak, és onnantól kezdve az új szabályok élnek majd, ahogy változni fognak, mert hiszen a legfontosabb most a mai világunkban a változás, ez nyilvánvalóan be fog következni, hiszen egy átfogó jogszabálynak a megalkotásánál nem tudnak minden részletre gondolni, illetve maga az élet is kikényszerít bizonyos változásokat. Szerintem erről ma még érinteni fogunk ilyen kívánalmakat is esetlegesen. Nézzük akkor részletesebben is, hogy mik azok a jogszabályokhoz kapcsolódóan, mik azok a fogalmak, mik azok a dokumentumok, amik megváltoztak az új szakképzési rendszerben, és fontos, hogy ezeket tudatosítsuk, mert tulajdonképpen, ha erről beszélünk, mint szakemberek, ha ebben gondolkodunk, akkor ezeket a fogalmakat meg kell tanulnunk jól használni. Biztos, hogy fognak gondot okozni és zavart okozni, mi is sok esetben értelmezzük, hogy akkor amit szeretnének, az most a milyen fogalomhoz, illetve ennek milyen szabályai, erre milyen szabályok vonatkoznak. Ezt hangsúlyoznám, hogy kiemelt figyelmet kell erre most fordítani, annak is, aki már azt gondolja, hogy ő ezer éve van a szakképzésben és mindent tud, mert nagyon sok minden változott meg. Például, ha majd elkezdjük a munkaszerződés kérdését, ott helyesen kell megfogalmaznunk már azt is, hogy valaki milyen képzésben vesz részt, milyen fogalmat alkalmazzunk rá. Ebben eddig is számíthattak a kamara segítségére, azt gondolom, hogy ez a jövőben is így lesz. Az országos képzési jegyzék, így, hogy OKJ, a köznyelvben teljesen elterjedt fogalom volt, minden képzés és elsősorban a felnőtt képzést azonosították azzal, hogy valaki OKJ szerinti képzésben vesz részt. Ez egy köznyelvi kifejezés volt, nem volt teljesen pontos, hiszen az országos képzési jegyzék szerinti képzések korábban is azt jelentették, hogy államilag elismert képesítést szerez valaki. Ezt lehetett iskolarendszerben megszerezni, és lehetett megszerezni felnőtt képzésben, tanfolyamon. Ez a fogalom most eltűnik. Természetesen vannak még OKJ szerinti képzések, hiszen az iskolarendszerben is a kifutórendszerű képzések az OKJ szerinti megnevezéssel folynak, a felnőtt képzésben is még elindulhattak azok a képzések 2020. decemberéig, amik kifutó jelleggel ebben az évben, vagy a képzés idejéhez igazodóan kifutnak a rendszerből. Tehát találkozunk még ezzel, de nagyon fontos az, hogy a szeptember 1-től az iskolarendszerben OKJ szerinti képzés már nem indult, a korábbiak indultak az OKJ szerint,
és a 2020. szeptember 1-től a tanulmányaikat az iskolarendszerben megkezdők már a szakmajegyzék szerint kezdték meg a tanulmányaikat. A szakmajegyzék tehát szeptember 1-től lépett hatályba, és az államilag elismert szakmát adó végzettségeket tartalmazzák. Ez 174 szakma, amit most az Országos Képzési Jegyzék tartalmaz. A felépítése is hasonló, mint az OKJ volt, tartalmazza az ágazatot, ami megnevezi, hogy egy szakma egy tágabb körben hová tartozik, tartalmazza a szakma számát, az különböző kódokkal van megjelölve, mindegyiknek jelentősége van, tartalmazza a szakma megnevezését. Fontos, hogy a szakma megnevezéséhez kapcsolódóan még lehetnek szakma irányok, amennyiben egy komplexebb szakmáról van szó. Tartalmazza, hogy a szakma milyen hosszú, a szakmának milyen hosszú a képzési ideje, amennyiben iskolarendszerben azt tartalmazza, hogy alapfokú végzettség esetén mennyi a képzési idő, illetve hogyha valaki középfokú végzettség, érettségi után kezdi a szakmát, mennyi az iskolarendszerű képzési ideje. Tartalmaz még egy olyan oszlopot, ami majd a digitális kompetenciák szintjét fogja meghatározni, ez még nem jelent meg, illetve nagyon fontos lesz a gyakorlati képzés szempontjából a vállalkozásoknak, de az iskoláknak is azt figyelni, azt a K oszlopot, ami az úgynevezett súlyszorzó, hogy a gyakorlati képzés szempontjából mennyire minősül az adott szakma gyakorlatigényes szakmának, ezt majd a számításoknál, a normatíva számításnál kell figyelembe venni. A szakképzés ugye egy komplett fogalom. Minden szakképzés, ami szakmához juttat bennünket, ami valamilyen szakma végzésére feljogosít. Egy összefüggő, átfogó fogalom, de ezen belül megjelenik egy elkülönítés a mostani fogalomrendszerben. Kétféle típusát különböztetjük meg. Ha valaki iskolarendszerben tanul, szakmát fog tanulni, és az ő képzése szakmai oktatás. Szakmai oktatás azért, mert egy átfogó oktatásról van szó, amiben olyan tárgyakat is tanulnak, közismereti tárgyakat is tanulnak, és szakmai elméletet és szakmai gyakorlatot is tanulnak egy hosszabb időszak alatt. Nagyon fontos megjegyezni, amennyiben iskolarendszerben szakmához jut valaki, akkor szakmai oktatásról beszélünk. Amennyiben ez az oktatás rövidebb idejű, közismereti tárgyak nem kapcsolódnak hozzá, hanem már csak a szakmára képez, ami lehet iskolarendszerben és felnőtt képzésben is, akkor beszélünk szakmai képzésben, tehát képzésről. Ez szakképesítésre történő képzés, a szakmára felkészítő komplett oktatás pedig szakmai oktatás. Ezt a két fogalmat még fogjuk érinteni az elkövetkezőben is, de néhány példával szeretnék erre rámutatni, hogy nem olyan ördöngősség, de nyilván erre figyelnünk kell. Tehát amennyiben valaki alapszakmát tanul, azt a 174 szakmát, jelenleg 174-et, ami a szakmajegyzékben szerepel, mint például szakács, kőműves, akkor ezt szakképzőintézményben tanulhatja meg, szakmai oktatás keretében, államilag elismert középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványt fog kapni, vagy oklevelet, és ehhez kapcsolódóan hivatalos jogszabályban kiadott követelmények szabályozzák ezt az oktatást, az ezzel kapcsolatos dokumentumok hivatalos állami dokumentumokban jelennek meg, és maga a kiadott bizonyítvány is egy hivatalos állami dokumentum.
Ehhez kapcsolódóan hasonló és szintén szakmai képesítést is fog adni, illetve az állami jogszabályokban szabályozottan megjelenik a részszakma. Például, ha valaki mondjuk kőművesnek tanul, de nem első körben nem jut végére a iskola rendszerű képzésének, mert valami történik vele, vagy eleve már úgy indul, hogy vannak hátrányai, és egy felzárkóztató oktatásban vesz részt, erről majd még fogunk beszélni, akkor lehetősége van arra, hogy részszakmát szerezzen, szakácssegéd, falazókőműves, vakolókőműves, most példákat hoznék erre. Ez szintén szakképző intézményben szerezheti meg, de felnőtt képzésben is juthat ilyen részszakmához, és erről egy részszakképesítést nyújtó képesítő bizonyítványt fog kapni, ami legalább egy munkakörnek elvégzésére feljogosítja az ezt elvégző képzésben résztvevőt. Ettől különbözik a szakképesítés, ez is lehet szakképző intézményben is, vagy felnőtt képzésben is. Itt már szakmai képzésről beszélünk, ez egy rövidebb idejű, és nagyon fontos, hogy ez valamilyen hatósági előíráshoz kapcsolódik, valamilyen munkakör betöltéséhez kapcsolódik, esetlegesen egy magasabb szintű ismeretet nyújt, amit a munkakör betöltéséhez, vagy egy munkáltató szeretne egy olyan képzést elindítani, aminek saját maga határozza meg a képzési programját. Ez a szakképesítés, ez egy szakképesítést tanúsító bizonyítványt fog neki adni, de itt már nem egy államilag elismert végzettségről van szó. Fontos ezeknek a fogalmaknak az ismerete. A felnőtt képzésben, tanfolyami rendszerben szakképesítésekhez lehet jutnunk, és az iskola rendszerben lehet szereznünk alapszakmát és részszakmát, és az iskola rendszerű képzésben bármelyiket megszerezhetjük a jövőben. A fogalmakhoz kapcsolódóan, illetve az eddigiekhez kapcsolódóan a szakmai oktatás felépítése is igazodik. Szakmai oktatásról beszélünk, tehát szakmához juttató iskola rendszerű képzésről, aminek két szakasza van az új rendszerben, az ágazati alapoktatás, ami egy-egy tág sokféle szakmát tartalmazó képzésnek a megalapozása. Beszélünk itt mondjuk gépészetről, beszélünk turizmus vendéglátásról, kereskedelemről, beszélhetünk egészségügyről, tehát azok az átfogó kategóriák, ami sokféle szakmának a gyűjtőfogalma. Ehhez kapcsolódóan most az iskola rendszerű képzésben a képzés egy ilyen tág ágazati alapozó képzéssel történik, aminek a lezárása egy ágazati alapvizsga, és az ágazati alapvizsga után dönti el a fiatal, a képzésben tanuló, hogy ő a tanulmányait utána a szakirányú oktatásban milyen szakma részletesebb tanulásával fogja folytatni. Tehát a kereskedelemben eldönti, hogy ő melyik irányt választja. Nem idézek most itt elnevezéseket, mert eléggé megkutyulódtak az elnevezések, de mondjuk például a turizmus vendéglátásban eldönti, hogy szakács leszek, pincér leszek, cukrász leszek, vagy turisztikai szakember. Gépészet területén megint csak nagyon sokféle szakmából lehet választani. Egészségügyben is, és minden területen, építőiparban úgy szintén. Tehát tulajdonképpen az ágazati alapoktatás egy széleskörű képzés,
ad egy kis haladékot is a szakma kiválasztásához. Ez a pályaorientáció, pályaválasztás szempontjából is fontos, hiszen nagyon sokan vannak, akik 8. után még nem tudják, hogy mi is akarok konkrétan lenni, tudjuk azt, hogy hát igen, engem érdekel az építőipar, ezért én már ezt az ágazatot kiválasztom, de hogy konkrétan ezután kőműves leszek, burkoló leszek, festő leszek, magasépítő technikus leszek, mélyépítő technikus leszek, ezt ráérek egy kicsit később kiválasztani, és arra is van lehetőség, hogy még a szakképzés különböző típusai, szakképző intézmények különböző típusai között is választhasson, átjárási lehetőség is van. A szakirányú oktatás, mindkettőről részletesebben is még beszélek, és nagyon fontos tehát, hogy a szakirányú oktatásban választunk és tanuljuk bővebben a szakmát, és ennek a vége az, hogy a végén szakmai vizsgát teszünk. Ehhez kapcsolódóan megváltoztak a szakmai képzés dokumentumai is, ami aki a gyakorlati képzésben részt vesz, akár az elmélet, akár a gyakorlati képzés részéről, a duális képzésben cégek részéről, fontos, hogy tisztában legyünk vele, hiszen erre építjük az oktatásunkat, és egy sokkal tudatosabb képzési szerepről lesz szó, ahogy ez a mai délelőttből majd sokaknak ki fog derülni, azt hiszem, és hát amit már sejtettünk még az ősszel is. A szlájdon azt lehet látni, ahogy összehasonlítjuk a régi kifutó szakképzési rendszer dokumentumait és az új szakképzési rendszer dokumentumait. A továbbiakban részletesen is beszélünk róluk, itt csak fölvillantom. OKJ helyett tehát szakmajegyzék, SVK szakmai és vizsgakövetelmény a régi elnevezés helyett, KKK, képzési és kimeneti követelmény az elnevezés, a szakképzési kerettanterveket fölváltják a programtantervek, PTT-k, a tanulószerződést vagy együttműködési megállapodást, mint a duális képzés szerződésének dokumentuma pedig fölváltja a szakképzési munkaszerződés, amihez kapcsolódóan nagyon fontos, hogy szakmai képzési programot kell készíteni mind a szakképző intézményeknek, mind a gyakorlati képzőknek. Nézzük meg ezeket részletesebben is. Ugye mindig az a fontos, hogy a meghatározó dokumentum, hogy államilag hogyan határozzák meg, hogy egy képzés végén mit kell tudnia az abban tanulónak, az abból kikerülőnek. Ezeknek a tartalmát régen az SVK, most a KKK-k képzési kimeneti követelmények határozzák meg. Ezek olyan dokumentumok, amiknek a megalkotásába szakértők vesznek részt, és a szakértők egy széleskörű egyeztetés előzi meg. Itt is az ágazati készségtanácsok, akik a vállalkozások legfontosabb ágazatokban működő, meghatározó vállalkozások, szakértők csoportja, és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő szakértői testületként működik, ők tették meg az első javaslataikat az új ágazati és szakmai vizsgakövetelményekre, amit aztán, miután véglegesedett, a szakképzésért felelős miniszter rendeletben hivatalos kiadványként jelentetett a minisztérium honlapján tesz közzé az ágazatért felelős minisztereknek az egyetértésével. Ezek alapján fogják majd megszervezni a vizsgákat a jövőben az akkreditált vizsgaközpontokban, és ez ennek az alapdokumentuma. Fontos itt már megjeleníteni egy új fogalmat, hogy a tanulási eredmény alapján határozódnak meg a jövőben ezek a képzési kimeneti követelmények és ehhez kapcsolódó képzési programok is. Erről még részletesebben fogok szólni.
A képzési követelmények, kimeneti követelmények miket is tartalmaznak. Természetesen tartalmazzák, hogy milyen bemeneti feltétellel lehet bekapcsolódni a képzésbe, milyen egészségügyi, alkalmassági követelmények kapcsolódnak hozzá, milyen tevékenységeket lehet ezzel ellátni, és részletesen leírják a tanulási eredmény alapon a ezzel kapcsolatos követelményeket, tartalmazza a kapcsolódó egybefüggő szakmai gyakorlatot, viszont lényeges, hogy nem tartalmazza az elmélet és a gyakorlatnak az arányát az új rendszer. Ezt későbbiekben kell pontosítani, tisztázni. Tartalmazza a képzés megszervezéséhez szükséges szakmai tárgyi feltételeket. Ez nagyon fontos, hiszen ha egy képzésre vállalkozunk, akkor meg kell néznünk, hogy mik azok a feltételek, amiket teljesítenünk kell, mik az oktatóval, oktatókkal szemben támasztott követelmények, és mik azok a tárgyi eszközök, felszereltségek, amik a szakma oktatásához meg kell, hogy legyenek. Tartalmazza a vizsgatevékenységeket, ehhez kapcsolódó egyéb elvárásokat és az értékelés szempontjait. Mi ez a tanulási eredmény alapú rövidítése TEA? Innentől kezdve teázni fogunk, hogyha a képzésbe veszünk részt. Nem egy olyan ördöngős dologról van szó, tulajdonképpen készségek, képességek, ismeretek, elvárt viselkedések, önállóság, felelősség mértékét kell meghatároznunk, amikor leírjuk, hogy mit is várunk el a képzésbe résztvevőtől, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a képzésben résztvevő milyen önállósággal, mikor, mit kell, hogy teljesítsen, milyen készségek, ismeretek birtokába kell, hogy legyen, és miket várunk el a képzésben, milyen önállósági szinten a képzésben résztvevőtől a képzés végére, és ugyanígy, ha majd meghatározzuk a képzési szakaszokat, a képzés egyes szakaszain is. Ez egy olyan típusú tanulási megközelítés, ami tulajdonképpen egy munkahelyen már általánosan így van, hiszen amikor egy állásinterjúra megyünk is el, vagy hívunk be valakit, akkor ugyanezeket a típusú kérdéseket tesszük föl nekik, és ugyanígy mutatjuk be magunkat már akár írásosan is, egy önéletrajzban is, egy motivációs levélben is. Ehhez kapcsolódóan nyilvánvaló, hogy az oktatásban is föl kell ehhez zárkóznunk, és ehhez kapcsolódóan jó hírem, hogy a jövőben szeretnénk erről majd még egy részletesebb, hasonló típusú tájékoztatást, illetve felkészítést tartani összességében is, illetve ágazatok, szakmák képviselőinek is, akik a jövőben a gyakorlati képzésbe bekapcsolódnak. A következő dokumentum, ami a képzést szabályozza, az a programtanterv. Régen kerettantervnek, még régebben programkövetelményeknek hívtuk ezeket. Itt is a szakképzésért felelős miniszter dolgozza ki és teszi közzé a minisztérium honlapján, ez az ikk.hu honlap, amin mindezeket most megtaláljuk. Eddig a nive.hu-t kerestük, most az ikk.hu az a gyűjtő honlap, ahol ezeket a követelményeket és dokumentumokat és nagyon sok információt elérünk. Itt ez már a követelményeket bontja le, tartalmazza azokat a tananyagegységeket, azoknak a célját, tartalmát, terjedelmét, ehhez kapcsolódó időkereteket, tagolását, tantárgyakat, az oktatóval szemben támasztott követelményeket és a részletes követelményeket is. Itt egy példát is igyekszem bemutatni. Láthatjuk azt, hogy tartalmazza, hogy hány évfolyam, azon belül hogyan oszlanak meg az óraszámok, mennyi a képzés óraszáma, milyen
tanulási területhez milyen tantárgyak és a tantárgyon belül milyen témakörökre mennyi időt szán a tanterv. Ez az alapdokumentum, ami alapján aztán el fognak készülni azok a szakmai képzési programok, amik kötelezően el kell, hogy készüljenek egy képzés megkezdése előtt minden képzési szereplő részéről. Képzési szereplő alatt értjük az iskolát, és értjük a gyakorlati képzésben közreműködő vállalkozásokat. Elsődleges, hogy az iskola készítse el a saját maga szakmai programját, képzési programját. Ez a kiinduló pont, ez tulajdonképpen a teljes képzési időre kell, hogy szóljon, és a teljes képzést át kell, hogy fogja, de természetes ez olyan dokumentum lesz, amiről utána a képzési partnerekkel, a bekapcsolódó vállalkozásokkal további párbeszédet kell kezdeményeznie az iskolának, és a képzésben a gyakorlati képzést koordináló, annak megvalósulását segítő kamarának is. Azt gondolom, hogy ebben a Kereskedelmi és Iparkamara mindig is partner volt, és továbbra is azok szeretnénk lenni. Már megkezdtük a megbeszéléseket az iskolákkal. Tulajdonképpen most a második fél évtől már megkezdődhetnek a szakképzési munkaszerződés alapján a külső gyakorlati helyen a képzések, és akik a külső gyakorlati képzésbe bekapcsolódnak a jövőben, azok a kamara részéről meg fogják a segítséget kapni, hogy a képzési programjuk minél jobban, minél pontosabban a TEA módszer alapján készülhessenek el. Ebben igyekszünk elméleti gyakorlati segítséget is, párbeszédet is. Megkezdtük a megbeszéléseket az érintett iskolákkal, és a jövő héten már lesznek olyan találkozóink, amin segítjük, hogy ezek elkészülhessenek. A szakképző intézményeknek is és a felnőtt képző intézményeknek is el kell készíteniük ezeket a képzési programokat, és a szakképző intézményeknek, és akkor ez már egy hír is, figyelni kell az adott iskolának a honlapját, mert a honlapon közzé kell tenniük ezeket a képzési programokat. Ugyanígy a duális képzési partnereknek is el kell készíteniük ezt a képzési programot, és a jövőben majd, ha már alkalmas lesz a képzés elektronikus felülete, amit Kréta rendszerként ismerünk átfogóan, illetve közismerten a oktatás nyelvében, majd ezeket a képzési programokat a közreműködő duális partnereknek is föl kell tölteniük. Miről is van szó? Tulajdonképpen ezek a képzési programok azt fogják meghatározni, hogy kit képzünk, kik a képzésbe résztvevő diákjaink, mármint milyen összetételűek, honnan indulunk el a képzésüknél, milyen tudással rendelkeznek, hová kívánjuk eljuttatni, milyen tanulási folyamat eredményeként, milyen módszerekkel, hogyan fogjuk őket értékelni, ezeket mikor fogjuk mérni, és mik azok a minőségbiztosítási elemek, amik garantálják, hogy a képzésben résztvevő és a képzést végző egy átfogó, egységesített, minőségre törekvő elv mellett fogja ezt elvégezni. A képzési programhoz kapcsolódóan tehát majd egy minőségbiztosítási rendszert is kell, hogy alkalmazzanak a képzésben résztvevők, legyen ez elméleti képzést nyújtó iskola, legyen ez gyakorlati képző. Erről is fogunk ma még részletesebben beszélni, bár új dolog számunkra is, de ebben is természetesen segítséget kívánunk nyújtani a jövőben.
meg kell említenünk, hogy iskolarendszerű képzés, a szakmához jutás Magyarországon továbbra is ingyenes, legyen ez elméleti képzés, legyen ez gyakorlati képzés. Magyarországon két szakma megszerzése továbbra is ingyenes, ezt a törvény is hangsúlyozottan kimondja, nagyon fontos, megvan a képzés finanszírozásának a háttere, ezért a képzésben résztvevőtől két szakma megszerzése esetében az iskolarendszerű képzéshez kapcsolódóan nem lehet elfogadni semmiféle juttatást, ezt az állam garantálja ennek a finanszírozását. Változás van azonban az előző évekhez képest, az, hogy mennyi ideig jár ez a, és milyen módon jár ez a lehetőség a iskola rendszerű képzésben. Nagyon fontos az, hogy a második szakmát legfeljebb 3 tanéven keresztül lehet ingyenesen tanulni az iskola rendszerben, és hogy 25 éves kor felett felnőtt képzésben kell ezt a végzettséget már megszerezni. Ez nyilvánvaló a eddigi finanszírozás megváltozását is magával vonja, de a lehetőségeiről szintén lesz még szó a délelőtt folyamán. Aki első körben mondjuk csak részszakmát szerzett, neki lehetősége van, hogy ezt a részszakmát teljes szakmává bővítse, és akkor az úgy lesz egy komplett szakma, és akkor még egy szakma megszerzésére lehetősége lesz a képzésben résztvevőnek. Egy bonyolult szlájdon igyekeztünk összefoglalni, hogy hogyan is néz ki ma a magyar iskolarendszerű középfokú képzési rendszer, hogyan kapcsolódik ez az általános iskolához, és hogyan kapcsolódik ez a középfokú képzést követő munkavilágához, felsőoktatáshoz. Egy logikus rendszer, amiben megvannak a fokozatok, és megvannak az átmenetek. Azt gondoljuk, hogy ez hosszú távon, ha beletanulunk, és minden körvonalazódik, egy nagyon életképes rendszer tud lenni, és világosan definiálja, hogy a jövendőbeli életpályát egy kicsit tudatosabban, de korrekciókkal lehet megvalósítani a pályaválasztás előtt álló fiatalnak. Fontos, hogy erről tájékozottak legyenek mind az általános iskolák, mind a szülők, mind maguk azok a képzési szereplők, akik diákokkal foglalkoznak. Legyen az tanár, legyen az pályaorientációs szakember a képzés különböző szintjein, fontos, hogy átlássuk ezt a rendszert. Ahogy látjuk, a 8. osztály elvégzése után a középfokú képzés választásakor lehetőség van arra, hogy aki még bizonytalan lemaradása van, az egy 0. évfolyamon egy különböző kétféle típusú képzésben, orientációs kompetenciafejlesztő évfolyamon még felzárkózzon, még egy kis haladékot kapjon, és úgy kezdje el a középfokú iskolában a szakképző tanulmányait. De aki tudatos, és tudja azt, hogy én jól tanulok, az életben az a célom, hogy majd valamilyen felsőfokú végzettséget szerezzek, de még teljesen bizonytalan vagyok, hogy mi is az az irány, amit majd választanék a jövőbe a felsőoktatásba, akkor javasoljuk, hogy ő válassza a gimnáziumi oktatást, reméljük, hogy a tanulmányi eredménye is ehhez megfelelő, de akiben már van egy kis irányultság, tudja azt, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, gyógyítani szeretnék, segíteni szeretnék az embereknek, mert van egy szociális beállítottságom, érdekel az egészségügy, fontos, hogy segítsek az embereknek, akkor ő választ, vagy azt, hogy őt a turizmus, a kereskedelem, vagy az építőipar, vagy a különböző szakmák valamelyike érdekli, és jól is tanul, jók a tanulmányi eredményei,
akkor őket biztatjuk, hogy válasszák a technikumot, részletesen is beszélünk majd még róla, hiszen a technikum egyesíteni fogja a gimnáziumi képzés és a szakmai képzésnek az eredményét, ráadásul olyan plusz tudást ad, és ezt a érettségi tárgyaknál beszámítással a felsőoktatásba egyenes folytatással már előnyöket szerezve is kamatoztatni tudja a jövőben is, hogyha azt szeretné, hogy a felsőoktatásban tanuljon tovább. Aki tudja azt, hogy ő egy szakmát szeretne tanulni, egy jó szakember szeretne lenni, ő elgondolkodhat azon, hogy a szakképzőiskolát válassza, vagy a technikumot. A kettő között megvan az átmeneti lehetőség, hiszen ahogy mondtuk, ágazati oktatásban tanulhat. Fontos azt látni, hogy a képzést ösztöndíjjal is támogatják a szakképzés területén. Most már valamennyi szakképzésben tanuló iskolai ösztöndíjat kap, amíg az iskolában van, amíg az iskolában tanulja a szakmát, majd amennyiben megkezdődik a szakirányú oktatása és duális képzésben vesz részt, akkor a szakképzési munkaszerződés alapján már munkabérhez juthat. Részletesen beszélünk még róla. Érintettük már, de nézzük most meg akkor még egyszer, mi is ez az ágazati alapozó képzés. Ugye ez a szakmai oktatásnak az első szakasza, ez 2020. szeptember 1-től már így van. A szakképző iskolában 9. osztály végén, technikumban a 10. osztály végén teszik le azt az ágazati alapvizsgát, amiben általános ágazattal kapcsolatos alapismereteikről számot adnak, és ezután választják a további oktatást, a szakirányú oktatást. A két szakképző intézmény között, a szakképzőiskola és a technikum között ebben a szakaszban van átjárási lehetőség. A szakmai oktatás második szakasza a szakképző intézményekben a szakirányú képzés, ami már a közismereti, néhány megmaradó közismereti tantárgy mellett, az alaptárgyak mellett, de ott is azért nagyon sok mindent a szakmához igazítottan oktatnak, matematikában is a szakmai számítások az elsődlegesek, a magyarban is olyan kommunikációs ismeretek oktatása épül be, ami segíti a szakmájukban a érvényesülést, arra készít föl, tehát hozzátesszük, a közismereti oktatás is tartalmaz olyan elemeket, ami már a szakmát segíti, a szakmai fejlődést segíti, de a hangsúlyosak a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati tárgyak. A szakirányú képzésben nagyon fontos azt megjegyezni, hogy már egy olyan lehetőség van az arra alkalmas képzők, vállalkozások számára, hogy akár a teljes szakirányú oktatást is fölvállalhatják. Itt természetesen nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az arra alkalmas vállalkozások számára, hiszen itt a szakmai elméletet és a szakmai gyakorlatot is biztosítani kell. Föl kell készíteni a jövendőbeli szakma ellátására, és nagyon fontos, hogy arra a vizsga követelményre, amit leírnak a KKK-k, hiszen a képzés első megmérettetése és az első mérföldkő, hogy tudom-e teljesíteni ezt a szakmai vizsgát. Természetesen itt ebben a szakképző iskolákban a tanulói jogviszonya meghatározó, tehát a fiatal, aki szakmát tanul, a szakképző iskolában tanulói jogviszonyban is van, de amennyiben a képzési program úgy alakul egy-egy szakmában, hogy fölvállalja a képzés teljes képzését egy-egy vállalkozás, mert arra alkalmas, akkor a teljes képzés is folyhat már elmélettel, gyakorlattal a külső képzőhelyen.
A képzési programoknál elmondtam, hogy nagyon fontos az együttműködés, hiszen ez alapján, a két fél egyeztetése alapján fog majd kialakulni, hogy a szakirányú képzésben ki mit vállal a szakmai elmélet és a szakmai gyakorlat oktatásában. Az elsődleges az, hogy külső gyakorlati helyen a gyakorlatot szerzi meg a fiatal, ahogy eddig is, és ehhez kapcsolódóan a képzési program mellett a minőségirányítási rendszert is el kell készíteni, illetve meg kell határozni a képzési programban, hogy mikor lesznek azok az értékelő, beszámoló állomások, amikor az iskola és a gyakorlati képzőhely oktatója együttesen fogja beszámoltatni és értékelni a fiatal, szakmát tanuló fiatalnak a eddig elvégzett teljesítményét. Nézzük meg ezeket részletesebben a két szakképző intézmény típusban, a technikumban és a szakképző iskolában. A technikum, ahogy mondtuk, egyesíti a gimnáziumi képzés és a szakmatanulás előnyeit, és itt is szakképzési munkaszerződés alapján már lehetőség van munkabért szerezni a fiatalnak. Szerintem ez a három dolog együtt olyan motiváló, ami elgondolkodtató lehet a jövőben a pályaválasztó fiatalok számára, hogy nézzék meg, milyen kínálat van a megyében, milyen lehetőségek vannak, és ehhez kapcsolódóan mi is számtalan programot fogunk kínálni a jövőben a pályaorientáció területén is, hogy megismertessük. Ágazati alapozó képzés folyik a 10. osztályig, akkor 10. osztály végén a vizsga után, a vizsgához kapcsolódóan megtörténik a szakmaválasztás, és a szakmaválasztás után kezdődik a 11. évfolyamtól a szakirányú oktatás, amikor is matek, magyar, történelem, idegen nyelvből ugyanazt a tananyagot tanulják, mint a gimnáziumban is, az óraszám is megegyezik az általános gimnáziumi órákkal, de természetesen ehhez kapcsolódik a szakmai elméleti oktatás még. Itt is élni lehet az előrehozott érettségi lehetőségével, és érettségivel zárul a közismereti oktatás. A nyelvvizsga megszerzésére is lehetőség van a technikumi oktatásban is. A különbség itt a gimnáziumhoz képest, hogy itt egy nyelvet tanulnak, de ebben nyilvánvaló, hogy a szakmai nyelv is megjelenik már. A gimnáziumi érettségiben is ugye ott van az 5. érettségi tárgy. Itt az 5. érettségi tárgy a szakmai vizsga, ami emelt szintű érettséginek számít, tehát a felsőoktatási tanulmányoknál lényeges, hogy a szakmából olyan ismereteket szerez, amivel előnyre tesz szert egy szakirányú továbbtanulás esetén. Ahogy említettük, a gyakorlati képzés vállalkozásoknál duális képzésben valósulhat meg a 11. évfolyamtól szakképzési munkaszerződéssel, ami után munkabért kap, ami a minimálbérhez igazodik. Erről még a következőkben részletesen beszélünk. Az 5. év elvégzése után fogja megkapni egyszerre a szakmai érettségi bizonyítványát és a technikusi oklevelét. Ez egy fontos momentum, a szakgimnáziumhoz képest ez egy változás, ez egy ösztönzés ahhoz, hogy valaki a technikusi rendszerben tanulja végig azt a szakmát, menjen végig a teljes képzési folyamaton, és utána döntsön és lépjen tovább a megfelelő irányba. Az iskolában iskolai ösztöndíjat kap, amíg az iskolai tanulmányaihoz kapcsolódóan, a munkaszerződés alapján pedig munkabért. Különböző állomásokon lehet eldönteni, hogy ki mikor kapcsolódik be a technikusi képzésbe. 8. után a képzési idő 5 év, egyes szakmák esetében 6 év, amiből 2 év az ágazati, 3 év a szakirányú oktatás.
Be lehet kapcsolódni szakképzőiskolai szakma elvégzése után is lehet folytatni a megfelelő szakirányban, a technikusi képzésben is az oktatást. Be lehet kapcsolódni gimnázium után, akkor a szakirányú képzés, a rövid ágazati alapozás után, egy fél éves ágazati alapozás után a szakirányú oktatása kezdődik, ami másfél év, vagy két és fél év a szakmától függően, a szakma oktatási idejétől függően, és természetesen egy technikum elvégzése után, ha valaki egy másik technikusi végzettséget is szeretne szerezni, arra is lehetősége van. A szakképző iskolai képzés a 3 éves képzés, ezt is már ezerféleképpen hívtuk az elmúlt időszakban, szakképző iskolai képzés, maradjunk most ennyiben. Néhány szakmában 4 éves, de összességében azt lehet mondani, hogy itt 3 éves a képzés, első év az ágazati alapozás, majd ezt követően 2 év alatt a szakirányú képzésben az adott szakmát kiválasztva tanulja azt mélyebben. Itt is az elmélet és a gyakorlat megoszlik, vagy megoszolhat az iskola és a gyakorlati képzőhely között. A 9. után választja ki tehát a szakmát. Hangsúlyozom még egyszer, hogy itt is akkor van még egy év, amikor az alapozás alatt lehet gondolkodni, hogy mi is leszek, ha nagy leszek. És utána viszont már tudatosan egy-egy szakmára készülnek. Itt is megvan, hogy az iskolai szakaszban ösztöndíjat kap a fiatal, tanuljon bármilyen szakmát, ennek a mértéke nyilvánvaló szabályozott, sok mindentől függő, van egy alap, de a tanulmányi eredménytől függően ez is magasabb is lehet. A szakképzési munkaszerződés alapján viszont a duális képzőhelyen munkaviszony alapján munkabért kap már a fiatal. Beszéltem arról, hogy van 0. évfolyamra lehetőség, amennyiben valaki nem tart olyan szinten, felzárkóztatásra van szükség, vagy még nem biztos abban, hogy mi történjen vele, erre is lehetőség van. Bekapcsolódási lehetőség 8. osztály után, vagy pedig érettségi után is lehet szakmát is tanulni, illetve második szakmát is lehet egy szakma választása után. Áttérünk a szakképzési munkaszerződés kérdésére, amit tulajdonképpen a 2021-es január 1-jét követően lehet először kötni, és hát most már itt állunk a első szakképzési munkaszerződések megkötésének a lépése előtt. Fogunk majd mutatni dokumentumot. Azért húztuk ezt a tájékoztatót is idáig, mert nagyon sok minden nem volt szabályozva, nem volt munkaszerződés, mint ezt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette, az év végén rendelkezésünkre bocsátotta. Kamaránk honlapján is megtekinthető, szívesen elküldjük. Ez egy ajánlott forma, nem kötelező, nyilvánvaló jó róla beszélni, ha ebben kell a segítségünk, nagyon szívesen megadjuk, de mindenki megalkothatja a saját munkaszerződését is. Lényeges, hogy a finanszírozása a törvény rendelkezései szerint január 1-jétől biztosított, ezért van az, hogy mostantól lehet a szakképzési munkaszerződéseket megkötni. Még egyszer hangsúlyoznánk akkor ezt a 2020. május 31-i dátumot a tanulói jogviszony eldöntése tekintetében, hiszen nagyon fontos az, hogy nagyon sok a tanulók maguk sokszor nem tudják, hogy most ők milyen szakmát is tanulnak, mikor is kerültek, hogyan is kell, hogy ők most szerződést kössenek, ők csak azt tudják, hogy nekik most munkahelyet kell keresni, de egy cégnek nem mindegy, hogy milyen szabály szerint alkalmazza ezt a tanulót. Úgyhogy ezt fontos tisztázni, és ezt a legtöbb esetben
az iskola, illetve a kamara segítségével tudjuk tisztázni, hogy az az adott tanuló milyen jogviszony alapján, mikor keletkezett a jogviszonya, és hogyan kell utána szerződést kötni, hiszen ha korábban, akkor, ha vált egy munkahelyet, vagy esetleg most kerül új képzőhelyre, akkor még a tanulószerződéses rendszer vonatkozik rá, de ha május 31 utáni a tanulói jogviszonya, akkor viszont legyen felnőtt, legyen kis iskolába tanuló rá, az vonatkozik, hogy már szakképzési munkaszerződést kell kötnie. Ahogy elmondtuk, elsődleges az a szakképzési törvény alapján, hogy a gyakorlati képzés a duális partnereknél szakképzési munkaszerződéssel valósuljon meg. Amennyiben nincs olyan munkahely, aki egy adott szakmában vagy egy adott tanuló képzését fölvállalja munkaszerződés alapján, akkor maradhat benne az iskolában és vehet részt gyakorlati képzésben az iskolában továbbra is a tanuló. A szerződés megkötését megelőzően a kamarának a gyakorlati képzőhelyeket nyilvántartásba kell venni. Ez egy új eljárás. Fontos azt tudni, hogy ha valaki már szerepelt a kamara a gyakorlati képzési jegyzékében, nyilvántartásba volt véve, meg volt a határozata egy-egy szakma, egy-egy ágazat oktatására, és új szakmában, ágazatban nem kezd képzésbe, akkor a régi gyakorlati képzők augusztusig nem kell, hogy siessenek ezzel a nyilvántartásba vétellel, de ha új szakmában képeznek, új ágazatban, akkor ennek a nyilvántartásnak meg kell előznie a munkaszerződés megkötését, előtte lévő dátummal meg kell, hogy történjen, de legkésőbb a munkaszerződés megkötésének a napján meg kell, hogy történjen. Foglalkozunk ezzel, keressenek ezzel kapcsolatosan bennünket, segítjük ebben önöket, hogy minél előbb ez lehetséges legyen. Fontos az, hogy míg a tanulószerződést a kamara is nyilvántartásba vette és ellenjegyezte, a munkaszerződést csak a vállalkozás és a tanuló köti. Ez a két aláírás szükséges hozzá. Kiskorú tanuló esetében természetesen szükséges a szülő vagy a gyámnak az aláírása is. 15 évet betöltött tanulóval köthető szakképzési munkaszerződés, és majd, ha megnyílik a lehetőség a Kréta rendszerben, akkor a vállalkozásnak a Kréta rendszerbe föl kell tölteni ezt a szakképzési munkaszerződést. Amíg ez a lehetőség nincs meg, és nem tudja megtenni, akkor természetesen csak papír alapon létezik még ez a szerződés, de amint megnyílik a elektronikus regisztrációs tanulmányi rendszer, amit az iskolák is használnak, ez a Kréta rendszer, akkor ezt majd oda föl kell tölteni a képzési programmal együtt. Fontos dolog, hogy megelőzheti egy kiválasztásos folyamat, sőt, akár előszerződés kötésére is lehetőség van, erre is van formanyomtatvány is, tudjuk ebben segíteni a vállalkozásokat, amennyiben élni szeretnének ezzel a jövőben. Írásba kell foglalni, ahogy minden módosítását és felbontását is írásosan kell rögzíteni, és természetesen ezeket is föl kell tölteni majd a Krétába, hogyha az megszületik. A tanuló szerződés alapján a tanulónak járó juttatásokat már ismerjük. Ebben is lesz változás, Bogi el fogja ezt mondani a következő előadásban. A szakképzési munkaszerződés alapján a tanulónak, ahogy elmondtuk, miután munkaviszonynak jár, munkaviszonynak minősül, már a juttatás is munkabérnek minősül, ennek a mértékét is a szakképzési törvény szabályozza, ez a minimálbér minimum 60%-a, vagy a minimálbérnek megfelelő összeg lehet, és akkor ez természetesen SZJA-mentes a fiatal esetében. Itt lehet mérlegelni attól függően, hogy a tanuló hanyadik évfolyamon kezd, milyen a felkészültsége, különösen, hogyha előtte egy mérés előzte meg, egy beszélgetés előzte meg
a tanulmányi eredményétől függően, hogy milyen nivellálásra adunk lehetőséget, és nyilvánvaló a tanulmányai meg a előmenetellel párhuzamosan ezen lehet változtatni is, ahogy egy munkabérben is van változás. Ahogy eddig a tanulószerződést most is fizetési számlára kell, a tanulószámlájára kell utalni, átutalással kell teljesíteni, és természetesen mindazok a dokumentációk, amik eddig is voltak, hozzátartoznak. Lényeges, hogy a tanuló a munkabérrel párhuzamosan a vállalkozásnál, a munkahelyen meglévő egyéb juttatásokra is jogosult, amennyiben a vállalkozásnál ilyenek vannak, erről még részletesebben fogunk beszélni. Szabadság, betegszabadság, táppénz illeti meg a tanulókat. Mit tartalmaz a szakképzési munkaszerződés? A tanulóra vonatkozóan természetesen mindazt, mint egy munkavállalónak neki is be kell tartani a biztonsági szabályokat, és az elsődleges az, hogy a képzésben részt kell vennie, és tulajdonképpen a munkáltató is arra vállal kötelezettséget, hogy fölkészíti, megtanítja számára a szakmát, és biztosítja azokat a juttatásokat, amit a jogszabály előír, illetve amit a szerződésben megtartanak. A változás van abban is, hogy kik kapcsolódhatnak be a szakképzési munkaszerződés alapján a képzés, gyakorlati képzés biztosításába. Eddig ugye az önálló munkahelyek, önálló duális képzőhelyek voltak, akik részt vettek a gyakorlati képzésben. Az a változás, hogy miután itt most egy bonyolultabb látható volt, és még érzékeltetjük a következőben is, egy bonyolultabb folyamatról van szó, egy bonyolultabb képzésről, mint az eddigiek, ezért lehetőség van arra, hogy képzőközpontokat hozzanak létre, és ahogy elmondtam, akár a teljes képzést, teljes szakirányú képzést fölvállalják ezek a képzési központok. A képzőközpontoknak különböző variánsai vannak a szakképzési törvény alapján. Lehet vállalati képzőközpont nagyvállalatnál, ahol egyébként is van mondjuk olyan képzőbázis, akár tanműhely, akár felnőtt képzőbázis, hogy a képzés számukra egy fontos tevékenység, itt annyi a megkötés, hogy 90% a 90% termelésből származó bevételének kell lenni, az egyéb bevételt adhatja a képzőközpont finanszírozása. Létrejöhetnek tudásközpontok, ebben nagyon fontos, hogy ebben a szakképzési centrumok és a felsőoktatási intézmények vesznek részt, és létrejöhetnek olyan ágazati képzőközpontok, aminek négyféle variánsa lehet. Létrehozhatja minimum 4 kisvállalkozás, létrehozhatják középvállalkozások, nagyvállalkozások, és létrejöhet olyan vegyes ágazati képzőközpont is, amiben a szakképzési centrum és különböző vállalkozások vesznek részt. Nyilvánvaló, hogy a jövő útja az, hogy egy-egy bonyolultabb képzésnél ezek a képzőközpontok létre fognak jönni, hiszen azt a komplex képzést, ha valaki ezt komplexen fölvállalja, nem biztos, hogy a termelés mellett, a munkafolyamatok mellett valaki teljes mértékben föl tudja vállalni, de hát például egy nagy vállalat, aki már eddig is ezzel foglalkozott, elgondolkodhat azon, hogy ő képzőközpontként is a képzésbe megjelenjen. Ezeket is nyilvántartásba kell venni, ezeket is a kamarák veszik nyilvántartásba. Információnk szerint Heves megyében megkezdődött az első ilyen ágazati képzőközpontnak a megalakítására a lépés. A vendéglátás területén a Heves megyei szakképzési centrum tudomásunk szerint be fog nyújtani egy olyan pályázatot, amiben igyekeznek megoldani a turizmus vendéglátás képzéséhez kapcsolódóan ennek a képzőközpontnak a létrehozását, hogy a képzési feltételeket minél optimálisan tudják majd biztosítani, de természetesen, ahogy eddig,
továbbra is lehetőség van arra, hogy az önálló gyakorlati képzőhelyek fölvállalják ezt a képzést, ebben a kamarától számíthatnak a segítségünkre. Végezetül néhány összefoglaló szlájdon mutatnám be azt, hogy hogy is néz ki a szakképzési rendszer a 2020. szeptember 1-től, hogyan oszlik meg a szakképzőiskola és a technikum között, milyen motiváló erők vannak ehhez kapcsolódóan. Én azt gondolom, hogy minden szakmához kapcsolódó iskolai ösztöndíj, mind a szakképzési munkabér egy jelentős vonzóerő lesz a jövőben a szakképzés irányába. Részletesen beszéltünk a szakmai fogalmakról, ennek egy átfogó táblázatában foglaltam össze, hogy mi is a szakmai oktatás, mi is a szakmai képzés, mi ezek között a különbség, mire mi vonatkozik, és ezt természetesen, aki érdeklődik a előadást megkapva, részletesen is áttanulmányozza. Többször említettük a 2020. május 31-i fordulópontot a tanulószerződés vagy szakképzési munkaszerződés dilemmájának eldöntésében, erről még szó lesz a Bogi előadásában is, és hát összefoglaltam azt, hogy mik azok a fő ismérvek, amik a tanulószerződés és a szakképzési munkaszerződést összehasonlítva a különbségek és a megegyezések, de erről is még részletesebben szó lesz, ezt már most csak összefoglalóan villantanám föl. Lényeges ugye, hogy most január 1-től szakképzési munkaszerződést kötünk, a 2020. május 31-i tanulói jogviszony esetén a tanulóval. Kiemelném azt, hogy egy újfajta gondolkodás és szemlélet szükséges a gyakorlati képzőhelyek részéről a jövőben, amiben egy tudatosabb és egy magasfokú együttműködésre lesz szükség a képzési partnerek részéről, magasabb szintű dokumentáltság, képzési program, minőségbiztosítási rendszer és képzési feltételekben is egy magasabb szintű bekapcsolódásra van szükség, nagyobb digitális tudásra, lásd a mostani élethelyzetünket, hiszen hogyan tudjuk alkalmazni a digitális oktatást, ha nem ismerjük ennek a lehetőségeit. Köszönöm a figyelmüket, a kérdésekre lehetőség van kommentekben, és akkor a következőben akkor Udvari Bődi Boglárka kolléganőm fogja elmondani a részletesebb szabályokat a finanszírozáshoz, munkaszerződéshez kapcsolódóan.
itt én is. Marian ugye megteremtette az alapokat, az értelmezési keretet ahhoz, hogy a következőkben tudjunk egy kicsit jobban beszélni a részletekről. Nagyon köszönjük, én is elmondom azokat a kérdéseket, amiket a regisztráció során feltettek. Sokat használtunk, mindegyikre meg tudjuk adni a választ már most az előadásban. Ezt be is építettük. Egy külön kérés volt, hogy nagyon kevés szakkifejezést használjunk, ezt erre nagyon fogok figyelni, ígérem, néhányat nem lehet kihagyni, de biztos vagyok benne, hogy mindenki számára érthető lesz. Én akkor azt javaslom, hogy kezdjük is. Már most látható nagyjából az a pár téma, amelyet szeretnék érinteni az előadásom során. Ugye elsőként a szakképzési munkaszerződéssel szeretnék foglalkozni, azokban a témakörökben, amelyeket a Marian nem érintett. Ugye mikor is kötjük, vagy mikor is jelentkeznek a tanulók, és milyen tanuló jelentkezik a vállalkozásoknál. Ez egy nagyon fontos, Marian ezt már nagyrészt érintette. Itt arra szeretnék csak kitérni, hogy a szakképző iskolában a 9. évfolyamon mikor is lesz először, amikor találkoznak a vállalkozók ezekkel a tanulókkal, nyilván ágazati alapvizsga után, tehát ami korábban szintvizsga volt, nyáron, nyári gyakorlatra. Azt követően az 5 éves technikumban, ugye 10. évfolyamban van az ágazati alapvizsga, tehát ismét nyáron találkoznak az új tanulókkal a vállalkozások, és ami most van, az ugye azért van, mert most van a 2 éves képzésnek az ágazati alapvizsgája, velük viszont februárban, tehát ők mindenképpen új tanulók lesznek. A régi tanulók ezzel ellentétben, ugye ők mikor kerülhetnek ki a vállalkozáshoz? Akkor, amikor a szakgimnáziumi képzésüknek olyan szempontból van vége, hogy 13. évfolyamon, ugye ők 1 év alatt megszerezhetik a régi OKJ-ben lévő képzést, tehát ők szeptemberben fognak majd kimenni a vállalkozásokhoz tanulószerződést kötni. Ez fontos az időbeliséget elkülöníteni, hogy lássuk, hogy melyik tanuló mikor érkezhet ki a vállalkozáshoz. Én is feltettem ezt a május 31-et, ezt nem győzzük mondani, ez egy nagyon fontos rész, és még ugye hát vannak ilyen kérdések, amikkel lehet tisztázni, hogy vajon a tanuló most mit tanul. Van, akinek nagyon egyszerű helyzete van, például az autószerelőknek, tehát egy tanuló úgy megy oda, hogy gépjármű mechatronikai technikus vagyok, akkor azért sok kérdés nem lesz tovább, mert hogy ő egyértelműen az új rendszerben tanul. A szakgimnáziumba járóknál is ugye, ha a régi képzési nevet mondanak, akkor ez nyilván egyértelmű. És hogy volt-e már szerződése, mert hogy ebben a kis időtengelyben, amit felvetettem, egyetlen egy kivétel van, amikor ő újra köti a szerződést, tehát valamelyik régi tanulószerződéses gyakorlati helyről elmegy, megszünteti a szerződést, és akkor utána megy a következő helyre, vele nyilván tanuló szerződést kell kötni. Tehát ha valaki megszünteti a régi tanuló szerződését, akkor is neki régi tanuló szerződést kell kötni, az a rendszer ilyen szempontból nem változik. Ha mehetünk tovább, én rá is térnék a munkabérre, nem húznám tovább itt a számok előtt az időt, mert ez egy nagyon fontos része az új rendszernek. A minimálbér 60% és 100%-a. Mitől is függ ez? Hát elvileg azt írja a törvény, hogy figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét és az AKT ajánlást. Tulajdonképpen, ha a vállalkozó úgy dönt, hogy ő a 60%-ot adja meg, akkor azzal ő nem jár el helytelenül, tehát helyesen jár el. A lényeg az, hogy ez mindig igazodjon a minimálbér 60%-ához, tehát jelen esetben ugye egyszer mindenképpen majd emelni kell. Hát mikor még én ide leültem, nem volt új minimálbér, nem tudom, hogy azóta meglette, ugye így a 20-assal a 161 000 forinttal tudunk számolni, ennek a 60%-a 96 600 forint. Ezt kell tehát egy minimális összegként megadni a tanulónak. Ha hónap közben szűnik meg, vagy jön létre a szakképzési munkaszerződés, akkor arányosítani kell. Ez a szabály semmiben nem változott a korábbiakhoz képest. Ugyanaz a
teendő teljes egészében. Az igazolatlan hiányzás esetében arányos csökkentésre van szükség. Ugye itt elkülönítjük az igazolt hiányzást és az igazolatlan hiányzást, ez különböző, az igazoltnál ott jár a bér, viszont az igazolatlan hiányzás esetében nem jár. Ugye ezzel is motiváljuk a tanulót arra, hogy ő minél többet menjen be, tehát hogy ne legyen igazolatlan hiányzás, ezzel is például, hogy a bérét lehet csökkenteni. A szabályok összességében nagyjából hasonlóak, de ha itt tovább megyünk, akkor láthatunk még itt egyéb különbözőségeket. Igyekeztem azokat összeszedni, amik különböznek a korábbiakhoz képest, hogy jól látható legyen, hogy mire kell figyelni. Ugye munkaviszonyként értelmezzük a szakképzési munkaszerződést, ezt Marian is érintette, ez egy nagyon fontos gondolat, pontosan azért, mert minden kérdésünkre, hogyha van egy kérdésünk, akkor alapvetően megnézzük, hogy a szakképzési törvény rendelkezik-e róla. Ha nem, akkor megyünk a munkatörvénykönyveire, az biztos, hogy fog, tehát minden az alapján dől el, azokkal a kivételekkel, amiket a szakképzési törvény említ. Ez azt is feltételezi egyébként, hogy rendelkezésre állási időről beszélünk, erről már még kitérek, hogy ez mit is jelent, ezt a fogalmat jó, ha megjegyezzük, mert ez fontos lesz a jövőben. Egyéb juttatás, Marian ezt is említette, azonos szakmában dolgozó munkatárssal egyenértékű juttatást kell számára adni a ledolgozott napokra arányosan a minimálbér összegéig. Ez azért nagyon fontos, mert ugye korábban mit tudunk a tanulószerződéses rendszerből? Étkezési hozzájárulás van. Na most ezen ilyen szempontból egyszerűsített a jogalkotó, mert itt egyéb juttatásként határozza meg, tehát ha a munkatársnak, aki már végzett, neki van juttatása, a kafetéria rendszere, azt kell vonatkoztatni a tanulóra is, arányosan és a minimálbér összegéig. Ez tehát nagyon fontos. Akinél a munkatárs, vagy nincs is olyan munkatárs egyéni vállalkozónál, akire érvényes lehetne ez a kafetéria rendszer, vagy egyszerűen nincs kafetéria rendszer, nincs egyéb juttatás, akkor a tanulónak sem kell ezt biztosítani. Felkészülési idő, ez egy nem teljesen új, mert régen is volt felkészülési idő, ez 15 nap jelenleg az iskolában, ezt majd mondom, hogy miért fontos az önköltség számításánál. Naptári évenként 15 nap betegszabadság, nem sokat változott, picikét, betegszabadság eddig is volt. Szabadsága van a tanulónak, ugye a korábbi időszakban pihenőidőként tudtuk ezt meghatározni, amikor szünetet töltött, vagy nem volt sehol, mert letelt a nyári gyakorlata például, ezt pihenőidőnek hívtuk. Ez a gondolkodásunk most meg kell, hogy változzon. Itt mondtam ezt a rendelkezésre állási időt, mert hogy szabadság van. 18 év alatt 30 nap, a fölött fordítva, 18 év alatt 45 nap, a fölött pedig 30 nap jár a tanulóknak, és a kiadása során figyelemmel kell lenni a szünetekre, tehát ugye a nyári, téli, tavaszi szünetekre, őszi szünetekre figyelembe kell venni a kiadása során. Nyáron van is egy egybefüggő időszak, amikor ezt ki kell, vagy biztosítania kell a számára. De mi van akkor, hogyha neki lejár a szabadsága? Tehát mondjuk van egy szakképzési munkaszerződése valakinek, lejár a szabadsága, ebben az esetben ugyanúgy be kell mennie dolgozni, tehát gyakorlati kötelezettsége van a tanulónak. Abban az esetben, hogyha a rendeltetése folytán nyitva van egy hely, például egy étterem, akkor ugye hétvégékkel fontos kérdés, hogy mi történik. Jelen esetben azt mondja ki a törvény, hogy ha a rendeltetése folytán nyitva van az a hely, akkor ott lehet hétvégére behívni a tanulót, abban az esetben, hogyha megfelelő mértékű pihenőidő ki van a számára adva. Abban az esetben, hogyha rendeltetése folytán nincs nyitva a hely, akkor viszont csak pótlás az, amit enged, tehát a kimaradt időszak, vagy betegség miatt, vagy bármi miatt a pótlás. Mi van a megszűnéssel, hogy hogyan szűnhet meg a szakképzési munkaszerződés? Azt, hogyha a felek akaratán múlik ez a megszüntetés, tehát közös megegyezéssel, rendes felmondással, vagy azonnali hatályú felmondással, tulajdonképpen nem sok minden változott, ez ugyanúgy, hiszen ez alapvetően is a munkatörvénykönyvéből volt átemelve, tehát ez sokat nem változott, viszont van egy kis változás azzal, hogy mi van akkor, hogyha vizsgázik a tanuló, márpedig, hogyha a tanulói jogviszony egyrészt
a tanuló jogviszonya megszűnik, és 30 napon belül nem folytatja máshol, akkor is megszűnik. Másrészt viszont ugye a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó naptári napján. Ez nem összekeverendő azzal, ami korábban volt a sikeres szakmai vizsga utolsó napja, mert ugye a sikeres szakmai vizsga utolsó napja az a bizonyítvány kiadásának a napja, ami tehát szóbeli, írásbeli, ugye tudjuk, hogy ez egy folyamat, annak a legutolsó napja volt, de ez bármelyik napra eshetett a hónapban, amikor épp a vizsga megtörtént. Itt ez másként lett megfogalmazva, itt tehát a szakmai vizsga vizsga hónapjának utolsó naptári napja az, amit figyelembe kell venni. Ez azért fontos, mert ugye itt voltak ezek a 8 nap, van a kijelentésre a vállalkozásoknak, nagyon-nagyon figyelni kell, nekünk is nagyon figyelni kellett, és gyorsan kellett értesíteni mindenkit, az iskolának is arról, hogy mikor is van ez az utolsó nap. Ez egy pici könnyítés, úgyhogy ennek örülünk. Hogyha tovább megyünk, ugye Marian is beszélt arról, hogy milyen juttatásokra jogosult egy tanuló. Itt külön vettem azt, hogy mi van akkor, hogyha bent van az iskolában, tehát nem folytatja a gyakorlatot duális képzőhelyen, bent marad. Erre van lehetőség, bár nem ez a cél, ez csak egy ilyen B-terv, maradjunk ennyiben. Itt iskolai ösztöndíj jár neki, és látható, hogy ha nagyon jól tanul a tanuló, akkor is 56 ezer forint. Ezt azért tettem bele az előadásomba, mert látható, hogy ugye a tanulók is arra lesznek motiválva, hogy kint legyenek a vállalkozásnál, mert jóval magasabb összegre lesznek ott jogosultak. Lesz pályakezdési juttatás, ami azt fogja, vagy arra felé irányítja a tanulót, arra motiválja őt, hogy igenis vigye végig a teljes képzést, szerezze meg a bizonyítványt. És akkor mi van a mi munkabérünkkel, mert hogy a munkabérnek van egy nagyon jó része, méghozzá az, hogy szociális hozzájárulási adómentes. Ez fontos, be is tettem ide a törvényt, hogy mi alapján, ez azért egy nagy könnyítés a vállalkozásoknak, hogy ez tehermentes, és szakképzési hozzájárulás sem terheli. Tehát a vállalkozónak a 96.600 az 96.600. A személyi jövedelemadó esetében azt tudjuk elmondani, hogy a minimálbér mértékéig mentes, azt követően 15% terhelheti. Az egyéni járulék itt már átvezetésre került a 18,5%, ezt kell alkalmazni. Itt látható, ki is számoltam, hogy ez tehát a tanulónak nettó jövedelem tekintetében 78.729 forintot fog jelenteni havonta. Itt egy pillanatra bevillantom a szakképzési munkaszerződést, azért így tartalmilag, inkább formailag, így mondom, formailag nagyon hasonlít a korábbi tanulószerződésre. Leírja a törvény, hogy mik azok, amiket tartalmaznia kell a munkaszerződésnek. Ezt nyilván a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a mi ajánlásunkat úgy dolgozta ki, hogy ezek benne vannak. Ettől eltérni el lehet, de az fontos, hogy a szabályban leírtak, az mindenképpen teljesüljenek. Itt egy pillanatra, tehát itt látható, megvannak az adatok, a duális képzőhely adatai, megvannak a tanuló képzésben résztvevő személy adatai, itt tehát fontos ez a tanuló képzésben résztvevő, ugye erről majd még lesz szó, de már ezt itt is említjük. Az iskola adatai egyértelműek, kezdet-vég egyértelmű, tehát itt azért hasonló tartalmakkal lehet dolgozni, mint az előzőekben. Fent van a honlapunkon, szabadon használható. Jó, mehetünk a következő nagyobb fejezetre, témára, azok pedig a képzőhely feladatai lennének. A legelső, ezt Marian is említette, a nyilvántartásba vétel. Ez egy kérelemmel indul, amelyet hozzánk kell majd benyújtani. Jelen esetben kevés, vagy pár szakma van, ami esetében már elkezdjük a nyilvántartásba vételt. Ugye az a fontos szabályunk, hogy aki új képzést fog végezni, annak új nyilvántartás kell. Ez szerintem egy ilyen egyszerűen megfogalmazható dolog.
Arra figyelni kell a jövőben, ez egy új szabály, részben új szabály, inkább így mondom, a 12-es szabály. Régen is volt ilyen szabályunk, most egy kicsit ez szigorodott. Itt jelen esetben azt kell tudni, hogy egy vállalkozó 12 fővel köthet alapvetően munkaszerződést, vagy az állományi, vagy az statisztikai állományi létszámának a 20%-áig. Ez egy fontos szabály, ezt figyelembe kell venni, de az a jó hír, hogy a tanulószerződés és a szakképzési munkaszerződés külön kezelhető, tehát itt is lehet 12, és ott is lehet 12 majd. Ezt mi is figyelni fogjuk természetesen, de önöknek is nagyon fontos, hogy ezt figyeljék. Ha megyünk egy kicsit a részletesebb szabályozásokba, ugye a képzési programról Marian beszélt, ez egy új dokumentum, ennek rendelkezésre kell állni, a nyilvántartásba vételnek a feltétele, hogy ez meglegyen. Erre ugye hasonlóképpen az MKIK kidolgozott egy javaslatot, ezt lehet bátran használni, de ezt mondtuk is Mariannal, hogy ebben minden segítséget, amit csak tudunk, meg fogunk adni. A foglalkozási napló nem túl új dokumentum, eddig is vezetni kellett, ezután is kell. Ettől nem fogunk szabadulni. Az újdonság ebben az, hogy elektronikusan kell majd a krétában vezetni, ez ugye egy fontos újdonsága lesz ennek. A minőségirányítási rendszerről is szeretnék pár gondolatot mondani. Itt két lehetőség van alapvetően. Az egyik az, hogy lehet sajátot írni, a másik pedig az, hogy el lehet fogadni a kamara által kidolgozott minőségi szempontrendszert. Ezt mindenki el tudja dönteni, hogy ezt mennyire gondolja magára igaznak, vagy mennyire szeretne sajátot ebben létrehozni. Hogyha nagyon gyorsan össze szeretném foglalni, hogy ez a minőségirányítási rendszer mire vonatkozik, akkor talán azt úgy lehetne megtenni, hogy miért is kell ez a vállalkozásoknak, hogy van a minőségirányításnak egy alapgondolata, ezt egyébként PDCA-nek nevezik, angolból jön, de magyarul is így használjuk. A folyamat lényege az, hogy megtervezünk valamit, márpedig az oktatás az egy olyan folyamat, amit nem lehet csak úgy adhok jellegűen. Tehát itt azért gyerekek jövőjéről van szó, sorsáról, ezt meg kell tervezni, ez egy fontos része a dolognak, és hogyha megtervezzük, akkor utána nyilván ezt a tervet meg kell valósítani, és itt jön az újdonság, hogy meg kell nézni, hogy jól valósítottuk-e meg. Tehát ellenőrizni kell azt, hogy volt-e benne hiba, elértük-e a szándékunkat, elértük-e azt a hatékonyságot, amit terveztünk ezzel a folyamattal. És hogyha esetleg volt benne hibás rész, akkor ezzel az ellenőrzéssel ezt ki tudjuk szűrni, és lehet egy még jobb folyamatot fejleszteni rá, egy még jobb rendszert építeni. Tehát ez egy ilyen folyamatos fejlődés, ami beemelődött ide a szakképzés rendszerébe. Ez egy fontos dolog, errefelé halad az egész világ, ez természetes, hogy az oktatásban is most már szükség van rá, és igenis szükség van mindenkinél arra, hogy fejlődjön, mert nincs olyan, hogy nem lehet tovább fejlődni, mindig van több digitális tartalom, mindig van új technológia, a vállalkozásoknál is mindig fejlődni kell, és önök pont azért képeznek tanulót, mert eddig már eljutottak arra a pontra, hogy olyan szakmai tudást gyűlt össze, amit érdemes átadni. Ebbe lehet még fejlődni, hogy hogyan kell ezt átadni, ezt a nagyon magas szakmai tartalmat, ami megvan. Egyelőre erről ennyit mondanék, itt még fogunk biztosan részletes tájékoztatást is adni, ugye erre is van egy kamara által kidolgozott dokumentum, ezt is mindenki számára elérhetővé fogjuk tenni, meg lehet tekinteni, és lehet dönteni, hogy melyiket szeretné alkalmazni. És akkor hoztam olyan szabályokat, ami nem változott meg, ami kicsit változott. A kifizetéseket ugyanúgy igazolni szükséges, eddig is kellett, ellenőrzéseken minden alkalommal megnéztük, hogy megtörténtek ezek a kifizetések. A felelősségbiztosítást meg kell kötni, eddig is meg kellett, meg is van, tehát ebben nincs nagy változás. A munkabaleset és tűzvédelmi naplót vezetni kell, oktatást meg kell tartani. Ebben sincs változás, hiszen a munkatörvénykönyv ezt alapvetően szabályozza. Az oktatói végzettségekkel kapcsolatban van egy pici változás, ami jó is, mert hogy eddig ugye nagyon szigorúan megköveteltük a szakirányú mestervégzettséget. Értem ez alatt, tehát egy vendéglátó helyen volt a szakács, a pincér és a vendéglátás szervező tanuló, mindenkire kértünk mestervégzettséget. Itt egy icipici enyhítés van, ennek lehet örülni, mert itt azt mondja, hogy elég a mestervégzettség. Tehát ennyire
szakirányba nem megy bele, úgyhogy ez egy könnyítés az új szabályozásban. Itt az egyéb juttatást még felvillantottam, mert ezt fontos, hogy mindenki átlássa, tehát minimálbér összegéig az, ami a foglalkoztatottnak jár, az a tanulónak is jár, és arányosan kell. Itt még fontos, hogy ez az új szabály, tehát az újaknál értjük ezt, ez tartalmazza a munkaruhát és az étkezési hozzájárulást. Tehát ez a két korábbi egyéb juttatás, az most beépült egy juttatási csomagba. És akkor mit vizsgál a kamara az új ellenőrzések során? Egyrészt a régieket, amik eddig is szükségesek voltak, másrészt pedig új dolgokat is. Az említetteket, tehát nyilván a képzési programot, a minőségirányítási rendszert, a foglalkozási naplót fogjuk ellenőrizni. Ezen felül, amit eddig is néztünk, az időbeosztást, a létszámot, hogy hányan lehetnek ott, a terhelést, az oktatók létszámát, és ahhoz arányosítva, hogy hány tanulót foglalkoztathatnak, a munkabalesetvédelem, az egyenlő bánásmód, felelősségbiztosítás, és akkor még itt van ugye a foglalkozás egészségügyi vizsgálat, amit szintén a munkatörvény könyve ír elő, tehát mindenképpen szükség van rá. Ezt lehet majd részleteiben menően átnézni, én most több időt ezzel nem töltenék, mert hogy nagyjából már mindegyiket bemutattam korábban. És akkor, hogyha tovább megyünk, a következő főbb téma az az önköltség, ez mindenki által nagyon várt téma. Amit el lehet mondani róla alapvetően, hogy a korábbi tanulószerződések után lehívható normatíva, ugye ott normatívának hívtuk, nem véletlen használom ezt a két külön szót, most pedig, amit lehet lehívni, az pedig az önköltség. Mi is a különbség? Az, hogyha most valaki a szakképzési törvényt fellapozza, és oda beírja a keresőbe, hogy önköltség, vagy a költségvetési törvényben beírja, hogy önköltség, akkor lesz találata, csak az nem a szakképzési munkaszerződés. Ez egy önköltség van, ez ugyanazt a funkciót tölti be, mint korábban a normatíva, máshogy hívjuk, és ezt a szót meg kell, hogy tanuljuk. A lehívás rendszere az tulajdonképpen nem fog változni, tehát a szakképzési hozzájárulás terhére lehet érvényesíteni, hasonlóképpen előleglehívást hasonlóképpen lehet tenni, tehát ez a bevallás módja az nem fog változni a korábbiakhoz képest. És akkor a számítás. Az alap, az most már 1 200 000 forint, ez az alap költségvetési törvényben meghatározott összeg, amellyel számolhatunk. És hogy mit kell ezzel csinálni? Ezt meg kell szorozni egy évfolyam szorzóval. Ez egy kicsit trükkös, mert ugye attól függ ez az évfolyam szorzó, hogy a tanuló, ha 3 éves képzésbe jár, akkor annak az első, a második és a harmadik évfolyamára is külön évfolyam szorzó vonatkozik. Ez tehát fontos, de az a jó hírem van, hogy ami táblázatot mi elkészítettünk önöknek segítségként, azt ebben már teljes egészében beleemeltük, tehát tulajdonképpen önöknek ezzel teendője nem lesz, mert ezt már előre kiszámoltuk. Aztán ezt megszorozzuk egy szakmaszorzóval, ezt is kiszámoltuk, vagy ezt is belehoztuk ebbe a táblázatba, de meg lehet találni nyilván a törvényben, hogy melyik ágazatra vonatkozóan milyen szakmaszorzó vonatkozik. Itt még annyi különbség van, hogy ott ugye van olyan, hogy amelyik magasabb színvonalú képzés, meg van olyan, ami kicsit nem a színvonal, az rossz szó erre, képesítési keretrendszer szerinti besorolás a hivatalos neve ennek, tehát egy magasabb szintet fogadni maga a képzés, az más ilyen szakmai szakmaszorzóval rendel. Azért egyébként, mert azt feltételezi a jogalkotó, hogy ha egy magasabb tudásszinten rendelkezik már a tanuló, akkor ő többet tud a vállalkozónak segíteni, tehát ő már jobban részt tud venni a termelési tevékenységben. És akkor ezt el kell osztani 254-jel. Miért pont ennyivel? Ez a 21 évre vonatkozó munkanapoknak a száma, ez az osztószám jelenleg. Erre vártunk nagyon sokáig, ez most decemberben lett egyértelműsítve, hogy ezzel kell osztani. Ez egy jó hír egyébként, tehát ez egy jó megerősítés volt, amire vártunk, mert korábban a 365-tel, tehát a teljes naptári napnak a számával osztottunk, az azért egy rosszabb összeget eredményezett. Ez most így egy teljesen baráti, de ezt majd mindjárt meg fogják látni. És akkor ebből
eredménye, tehát ennek az eredményeként lesz egy gyakorlati egynapi költség, tehát ez egy egynapi költség lesz, de itt már rögtön hozzátettem egy szorzatot. Napnak. Nem csak azt nevezzük, amikor konkrétan bemegy a tanuló a vállalkozáshoz, és ott van egész nap, mert hogy úgy mondja a szabály, vagy azt írja, hogy az iskolai napokat kell kivonni. Tehát ezt két úton érjük el, ezt a számítást. Egyrészt, hogy ahány napot ott volt a tanuló plusz a szabadságot megszorozzuk, vagy a teljes hónapból kivonjuk az iskolai napokat, ugyanazt fogjuk kapni tulajdonképpen. Ez lesz a havi önköltségünk. És akkor ez egy példával majd mindjárt fogom mutatni. Ugye itt is leírtam, hogy az iskolai napokra nem vonatkozik ez a szám, és a szabadságra és a nyári szünet teljes hónapjaira viszont vonatkozik. Tehát itt nagyon komplexen kell nézni alapvetően ezt a számot, mert más lesz januárban, meg más lesz júniusban. Januárban van elméleti nap, tehát ott lesz egy kivonás belőle a havi önköltségből, júniusban viszont a tanuló a teljes hónapot a vállalkozásnál tölti, tehát ott alapvetően egy jóval magasabb összeggel lehet majd kalkulálni. Itt azért hoztam be ezt a hétvégi leírást még a diámba, mert ugye alapvetően, mivel munkanapokkal osztunk, felmerül rögtön a kérdés, hogyha valaki hétvégén foglalkoztat egy tanulót, annak vajon jár-e önköltség? Hát, hogyha megfelelő pihenőidőt hétköznap adja ki hozzá, akkor igen. És akkor a konkrét példán, hogyha végig megyünk, én most itt egy hegesztő szakmát vettem, ami 3 éves nappali rendszerű képzés. Ennek a képzési önköltsége 1.200.000 az alap, ezt tudjuk, szakma súlyszorzója 2,42, törvényből vettem, évfolyamszorzó 10. évfolyamon 1,2, 11. évfolyamon 0,8. Az iskolai képzési napok számát hát a mostani tudásomnak megfelelően vettem. Az új rendszerben az iskolák azért nehéz helyzetben vannak, ők is örülnek annak, hogy a lehető számukra a legtávolabb időt megtervezik. Tehát nehéz őket most arra kérni, hogy előre jóval már most mondják meg, hogy jövő, nem tudom, januárban hány napot fog kint tölteni az iskolában, vagy hány bent tölteni az iskolában a tanuló. Ez egy ilyen tervezett számítás tulajdonképpen. Az látható, hogy a 10. évfolyamon várhatólag 174 napot fog tölteni a vállalkozásnál a tanuló, 11. évfolyamon 87-et. Ez azért ilyen kevés, mert itt ugye ki kellett belőle vonni a 15 nap felkészülési időt, mert az iskolaidő, valamint nincs nyári gyakorlat. Ez fontos. Így tehát meg fogunk kapni egy egynapi önköltséget, hogyha az 1.200.000, ha itt követik a szemükkel a dián, akkor láthatóvá válik, hogy tehát 1.200.000 forint szorozva 2,42-vel, szorozva 1,2-vel per 2,54, egyenlő egy egynapi mérték, 13.720 forint lesz egy napi mérték a 10. évfolyamon. Ezt tehát meg kell szoroznunk, itt ha tovább megyünk a sorba, a 174-jel a gyakorlati napok számával, tehát a gyakorlaton töltött idővel. Ennek tehát az eredménye 2.387.280 forint. Ezt ugyanúgy megcsináljuk a 10. évfolyamon is, ott azért egy kisebb szám várható, 797.702 forint. Oké, és akkor most mi ezzel a teendőnk? Mert hogy itt még nincs vége az önköltség számításnak. Mert azt mondja a törvény, hogy a teljes tanulóra lehívott normatívának a 20%-a sikerdíjként jár a munkáltatónak, hogyha átmegy a tanuló a vizsgán. Ez jelen esetben 636.596 forint. Tehát, ha így összességében nézzük, akkor lehet, hogy nem olyan sok 11. évfolyamon az a 795.000 forint, ám de a sikerdíjjal együtt már azért ez egy nagyon-nagyon jó szám. Itt mindenki arra van motiválva, hogy a tanuló magas színvonalú képzést kapjon, és végigvigye a képzést, ahol sikeres vizsgát tegyen. A teljes lehívható kedvezményt feltüntettem, és ebből kivontam a munkabért. Így tehát a munkáltatónak a nyeresége, amit így kezelhetünk, az 1.501.178 forint a képzés végére.
Ebből tulajdonképpen, mivel munkáltatói teher, tehát adóteher nincsen, ez egyéb juttatás jöhet még le ebből. Egyébként a jó nyilván anyaköltség, egyéb dolgok, ami úgy van, de ebből már olyan nagy levonásokat nem kell számolni. Ezt a táblázatot azért tettem be az előadásomba, mert ezt fogják látni önök, amit mi elküldünk majd. Ezt fel fogjuk tenni a honlapra, és ehhez tennék egy kis megjegyzést. Ez egy teljes kalkuláció arra vonatkozóan, hogy mi várható egy gépjármű mechatronikai technikus, régi nevén, lánykori nevén autószerelő képzés esetében. Itt, ha végigmegyünk a hónapokon, látszik a munkanapok száma, iskolai napok száma, oktatási napok nélküli munkanapok száma, gyakorlati nap egyenlő, évfolyam, normatíva összege, normatíva havi összege és a munkabér. Tehát ebből egy egyértelmű végeredményt lehet kapni, nyilván egy tervezetet, arra vonatkozóan, hogy a végén az összes nyereség az 1.298.461 forint. Ezt én most a lehető legrosszabb verziót vettem figyelembe, tehát azt, amikor az iskola az elméleti rész az teljesen az iskolában van, úgy alakul minden, hogy a csillagok állása is, hogy a legrosszabb számítást kell figyelembe venni, ebben az esetben van ez. Ez a másik táblázat, ez még bonyolultabb, elnézést, de nem tudtuk jobban bemutatni azt, hogy hogyan kell gondolkodni. A szürke rész az, amivel önöknek lehet, hogy nem is kell foglalkozni. Pontosan erre értettem azt, hogy mi kiszámoltunk mindent. Mert ott van például egy cukrászképzés, és a szürke részben ezek a törvényből hozott szorzók vannak beletéve. Ami önöket érdekelni fogja, az a következő kék oszlopnál, hogy 10. évfolyamon egy önköltséges nap, az önköltség egy napi mértéke mennyi, valamint 11. évfolyamon. Itt beletettem, ugye látható, 12 nappal, ez egy átlag hónapot jelent, amikor várhatóan a tanuló ennyit fog kintölteni a cégnél, és utána beletettem egy nyári hónapot is, hogy vajon nyáron mennyi lehet ez az önköltség, ott azért egy nagyon-nagyon magas számot láthatunk. Tehát, ha önök azt fogják kérni tőlem, hogy küldjek kalkulációt, vagy egy számítást arra vonatkozóan, hogy hogyan is lehet ezt az önköltséget érteni, akkor egy ilyen táblázatot fognak kapni. Itt külön van véve az, hogy az önköltség mértéke mennyi 3 éves képzés, 5 éves technikusi és a 2 éves képzés esetében. Említettem, ez pont azért van, mert ugye az évfolyam szorzók eltérőek lehetnek, tehát inkább külön válogattuk, ki lehet belőle választani azt a képzést, amelyik az adott tanulóra vonatkozik, és akkor kikeresni szépen a sorban, hogy mennyi vonatkozik rá egy napi mértékként. Ezt nagyjából ennyit gondoltunk egyelőre az önköltségről. Ha kérdésük van, akkor nyugodtan tegyék fel. A tanulószerződéses normatívát azt hamarosan tárgyalom tovább. Azt lehet összességében egyébként elmondani, hogy a korábbiakhoz képest, tehát a tanulószerződés után lehívható normatívához képest nem jelentkezik nagy különbség. Tehát ha végigvesszük egy olyan hegesztő tanulónak, tehát egy tanulószerződéses hegesztő tanulónak a korábbi normatíva számítását, óriási különbség nem keletkezik, tehát inkább előny, mint hátrány. Tehát még jobban lehet járni az új szerződéses típussal, mint a régivel. Ez teljesen egyértelmű, és azt látható, ugye a szakképzési centrummal több megbeszélésünk is volt, hogy az iskolák is igyekeznek úgy átgondolni a saját oktatásukat, hogy az minél inkább vállalkozóbarát legyen, és hogy minél több napot tudjanak kintölteni a vállalkozásnál a tanulók, tehát minél nagyobb önköltséget tudjanak a meglévő elméletet, úgyhogy az elmélet a suliba van, azzal a verzióval is lehívni. Milyen teendői vannak annak a vállalkozásnak, akiknek most február 1-ével már mennének a szakképzési munkaszerződéses tanulóik. Itt mindenkivel tervezünk egy személyes konzultációt, ezt a jövő hét során tervezzük, hogy azokban a szakmákban, amikben most mennének ki a tanulók, mindenkivel egyenként hasonló tartalommal végigveszünk önköltséget, szükséges dokumentumokat, mire kell felkészülni, ezt a beszélgetést mindenkivel szeretnénk megejteni.
Az első az a dokumentumok előkészítettsége. Ez ugye egy képzési programot jelent, a minőségirányítási rendszert jelenti, és a személyi és tárgyi feltételek biztosítását. Ez az az első kör, amit korábban is mindig így volt, hogy aki megkérdezte, hogy foglalkoztathat-e tanulót, mit kérdeztünk először személyi tárgyi feltételeket, mert ez egy bemeneti követelmény a rendszerbe. Jelenleg ez a három az, amivel rendelkeznie kell mindenképpen egy vállalkozásnak, így ezek azok, amiket rögtön el kell készíteni. Ezt követően második lépésként nyilván a képzést kell biztosítani, itt a szakképzési munkaszerződést meg kell kötni, ennek azért van egy rövid előkészítési ideje, biztosítja a duális képzés jogszabályok szerinti megvalósítását. Itt arra kell gondolni, tényleg ez a felelősségbiztosítás, egyenlő bánásmód, megfelelő munkaellátottság, ezeket eddig is ellenőriztük, és eddig is azt gondolom, hogy rendben találtunk, nagyon kevés alkalom volt, ahol bármi ilyesmi miatt figyelmeztetést kellett volna végrehajtanunk. Felkészíti a tanulót a szakmai vizsgára. Ugye a cél, ami mindenki szeme előtt kell, hogy lebegjen, az a szakmai vizsga, az erre való felkészítés, az erre való gyakorlati felkészítés, az hasonlóképpen a vállalkozások felelőssége. Ebben a felelősségi körben, ha az alapot fogadja el a vállalkozó, akkor nyilván nincs sok változás. Azért emeltem ezt így külön ki, mert hogyha vállal az elméletből, akkor természetesen ott is jelentkezik felelőssége. Van két kicsit elkülönített része az előadásomnak. Az egyik a felnőtt képzés, a másik pedig a tanulószerződéseknek tehát a tanulószerződéseknek a változásának a megemlítései vagy részletei. Itt kezdjük a felnőtt képzéssel, mert az még a mostani, tehát az új rendszerhez kapcsolódik, ezért is vettem egy picit előre. Ezen az ábrán már nem szeretnék részletezni tovább, ezt most felelevenítésként hoztam, mert Marian ezt nagyon részletesen bemutatta. Ezért is mondtam, hogy az ő előadása megteremtette az értelmezési keretet, mert hogy azt kell tovább vinnünk, amit ő mondott, tehát van a szakmai oktatás, szakmai képzés, amiből most a szakmai képzést fogjuk részletesen venni. Itt tehát a szakmai képzés esetében felnőtt képzési jogviszony keletkezik. Ez az új rendszer, hogyha a régiből gondolkodunk, akkor tulajdonképpen a korábbi esti munkarend és a felnőtt képzésnek a speciális továbbélése. Talán így tudjuk megfogalmazni legjobban. A szakmai oktatást ugye 25 éves korig lehet végezni, tehát a fölött már felnőtt képzésnek fog számítani, szakmai képzésnek, ami az új rendszerben is van. Ez azért lesz jó, mert beszámíthatóság van, az idő csökkenthető ennek a képzésnek. Tehát ha valaki egy olyan vállalatnál dolgozik, ahol ő csak szeretne tovább fejlődni, tovább képződni, és szeretne részt venni képzésben, akkor ennek egy nagyon ideális környezetet teremtett ez az új jogszabály. Itt a diámon azért választottam külön a felnőtt képzési jogviszonyokat, mert hogy ugye ezt lehet felnőtt képzőintézménynél tölteni, meg lehet az iskolában tölteni. Amennyiben valaki alapszakmát tanul, tehát valaki úgy dönt, aki eladó, hogy ő cukrász szeretne lenni, bemegy az iskolába, azt mondja, hogy én azt szeretnék lenni, akkor ő szakképzési munkaszerződést köthet erre a cukrászképzésre, az iskolába bemehet, és ott megtanulhatja, mert ugye ez egy alapképzés. Akkor van más helyzet, hogyha ez nem alapképzésnek számít, tehát tegyük fel mondjuk sminkes és szempillaépítő szeretne valaki lenni, az nem alapképzés. Az tehát már utána lehet felnőtt képzőintézménynél is tanulni. Tehát így a jogviszonyokat így tudjuk nagyjából külön választani. Azért lett ez így szabályozva, mert igenis a rugalmasságot próbálja behozni a rendszerbe, azt, hogy valaki, aki ilyen képzésben tanul, annak legyen lehetősége mellette igenis dolgozni, a saját karrierjét építeni, csak mellette ugye tovább tanulni, és ezek fontos dolgok.
a saját munkavállaló képzésére egy nagyon kedvező környezetet teremtett az új szabályozás. Mert ha ő párhuzamosan dolgozik, és párhuzamosan bement a képzésbe, és tegyük fel az ő cége, ahol dolgozik, még a témához kapcsolódóan, ágazatba vágóan történik a tevékenysége, tehát egy olyan vállalkozásnál dolgozik, ahol az ő képzésének megfelelő a munkatevékenység, akkor neki elég a saját meglévő munkaszerződését módosítani bizonyos tartalmi elemekkel, amelyek ugye a szakképzési munkaszerződésben is benne kell, hogy legyenek. Tehát neki azt elég módosítani, sőt, ebben meg lehet határozni azt is, hogy mennyi idő az, amit a rendes munkaviszonyában tölt, és mennyi idő az, amit a tanulói, vagy hát felnőttképzési jogviszonyában tölt. Ez korábban is így volt, ám de itt lehet olyan szabályt is alkotni, hogy erre az időszakra, hogyha ez teljesen beépíthető a munkaviszonyába, akkor az eredeti bérével megegyező összeget írnak bele ebbe az új szerződésbe. Ez egy nagyon kedvező környezetet teremt a vállalkozásoknak, így tehát, ha valaki nagy vállalkozásként arról gondolkodik, hogy hogyan lehetne bizonyos nagyon hiányzó munkatársakat felvenni olyan pozíciókba, amire tényleg nagyon nehezen lehet találni, akkor akár erre egy HR politikát is fel lehet építeni, hiszen a saját munkavállaló képzése nagyon, nagyon kedvező. És akkor a tanuló szerződés rendszere, amivel kapcsolatban sok kérdést kaptunk. Itt ismét felhoztam ezt a május 31-et, mert ez egy nagyon fontos, remélem, hogy annyiszor elmondjuk, hogy az előadás végén már ezt mindenki kívülről fogja fújni. És ugye mi az, ami változik? Tehát a szakképzési törvény végrehajtási rendeletének van egy olyan része, ami átmeneti rendelkezéseket tartalmaz. Mit is jelent ez? Hogy kell a régi és az új törvényt összeilleszteni? Itt azt mondja ki, hogy nagyon sok mindent meg kell hagyni a tanulószerződéssel kapcsolatban a régi rendszer szerint, tehát a régi szabályokat kell ráalkalmazni, de van, amire nem. Ez a mire nem, ez kifejezetten a normatíva számítást jelenti. Mit is jelent ez? Most már lassan bevallási időszak van, tehát ez egy nagyon fontos rész. Korábban ugye havi keretekben gondolkodtunk, itt leírtam azt, hogy egy kozmetikus tanulónál mit lehetett normatívában visszaigényelni a vállalkozásnak, megint elmondom, normatíva, itt van a régi rendszernél, az újnál önköltség van. Lehetett ezt a 49.184-et plusz oktatói kiegészítő csökkentő tétel, azzal együtt 57.584 forint, ezen felül pedig volt egy kis beruházási kiegészítő csökkentő tétel, egy tanulóra kicsi, sok tanulóra már mindjárt jobb volt, ezt tudjuk jól. Új értelmezésben ugye egy napi mértéket tudunk meghatározni. Hasonló a számítás, nem azt mondom hasonló, majdnem teljesen ugyanolyan, mint a szakképzési munkaszerződésnél. Mit is jelent ez? A képzési nap az hasonlóképpen azt nevezzük annak, amikor a tanuló nem az iskolában van. Bárhol van, csak ne az iskolában, mert ha az iskolában van, az ki kell vonni a havi keretből. Az alapnormatíva kifejezést itt is leírtam, ez a törvényt is betettem, hogy melyik vonatkozik rá. Kozmetikus képzésnél maradva 1.200.000-et meg kell szorozni egy szakmai szorzóval, szakmai súlyszorzóval, amelyet 254-jel el kell osztani. Egy egynapi mértéket kapunk így. A szakmai súlyszorzót ugyanúgy, mint régen, ugyanúgy táblázatban, ez már ki is van téve a honlapunkra, tehát mindenki megtekintheti a saját szakmájának a súlyszorzóját. Ez a súlyszorzós rendszer, ez ugyanúgy a régi rendszerben is így volt, csak megváltozott a melléklet, amely ezt tartalmazta, ez amúgy a 4-es számú melléklete a törvénynek, tehát ez megváltozott, ezt mindenki nézze meg, hogy ugyanaz a súlyszorzó-e a régi és az új mellékletben, vagy legalábbis a mi táblázatunkban, hogyha ha ezt elhiszi nekünk, hogy ezt mi átnéztük. Egy átlagos hónapban 12 képzési nappal tudunk számolni itt is nagyjából. Ez tényleg egy átlagos hónapot jelent. Néztük, van, ahol ez 13, van, ahol 11, most egy átlagot nézünk. Így tehát 98.000
79 forint. Ez azért ahhoz képest, hogy az előzőekben 57.584 forint volt, most pedig 98.079 forint, ez nem olyan rossz. És akkor tudom még ezt tetézni, mert hogy a 20%-os sikerdíj az pontosan ugyanúgy lehívható, mint a munkaszerződés esetében. Ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó kedvezmény. Ide be is illesztettem a jogszabályt, hogy mi alapján, ha esetleg valaki nem hinné el, nyugodtan keresse meg, mert igenis vonatkozik a tanuló szerződésekre is a sikerdíj. Tehát ugyan a könyvelőknek ezzel lesz egy pici dolga, mert elő kell keresni az összes lehívott normatívát egy tanulóra, de hát ez utána meg fogja érni, mert ugye ennek a 20%-a megilleti a vállalkozást, hogyha átmegy a tanuló a szakmai vizsgán. Esti munkarendben tanulókkal mi a helyzet? Ugye megvan az, hogy a törvény melyik részre mondja azt, itt azt szerintem be is tettem majd utána, tehát megvan, hogy a törvény melyik részére vonatkozóan mondja azt, hogy a régit kell használni, és melyikre az újat. Na most, a normatíva számítás, önköltségszámítás, az az új szerint működik. Az új törvény azonban jelenleg nem tartalmaz olyan arányszámot, kitételt, hogy az esti tanulók esetében az önköltséget osztani kelljen, ugye korábban a tanulószerződéses normatíva számításnál 60%-ot kellett vennünk a munkabérnél is, bocsánat, akkor még ugye tanulói juttatásnak hívtuk, a tanulói juttatásnál is és az önköltségnél is. Az új szabályozásból ez jelenleg hiányzik. Ugye az átmeneti szabályok alapján itt van, tehát a tanuló tanulmányainak befejezésére, arra használjuk, a gyakorlati képzésben a tanulószerződéssel való részvételre, a szintvizsga és érettségi vizsgára, a tanuló juttatásaira és a képzőhelyek nyilvántartásba vételére. Ez a régi szerint működik. A normatíva ebben nincs, erre az újat kell használni, az újban pedig estire kitétel nincs. Tehát nem állítom, hogy ez hosszú távú lesz, lehet, hogy lesz ebben változás, ígérem szólok, de jelenleg tiltás nincs. Tehát a teljes önköltségre jogosult az a vállalkozás, aki estis munkarendben, tehát régi tanuló szerződéses tanulót esti munkarendben foglalkoztat. Ez azért jó hír, mert látható, hogy a tanuló juttatásaira viszont a régi törvényt kellett használni, ami viszont ez a 28.980 egy átlagos 70%-os képzés esetében. Tehát itt azért meglehetősen jó számok vannak. Betettem azt, mert ebben van változás, hogy milyen adó és járulék kötelezettségei vannak egy vállalkozásnak a tanulószerződés után. Tanulószerződés most, még egyszer mondom. Ennek a régi TB-jét kell használni, ebben már sok könyvelővel nagyon sokat beszélgettünk, de ez még mindig így van, tehát a tanulószerződésre a régi TB-jét használjuk. Ez tehát 17,5%-ot ír elő. A szakképzési hozzájárulás viszont változott, azt meg kell fizetni utána, ezt az 1,5%-ot. Személyi jövedelemadó tanulószerződésben rögzített mértékig nem kell, semmi változás nincs benne. Egyéni járulék, itt pedig 3-4-10 régi TB-jé szerint. Hogyha általánosságban a szabályokat nézzük, nem változnak, tehát a régi tanuló szerződés úgy jó, ahogy van, finoman fogalmazva, abban nem nyúlunk bele, az egy megkötött szerződés, mindenki által alá van írva, ebben nem nyúlunk bele, ez folyamatosan addig fog menni, amíg a tanuló nem vizsgázik. Hogyha nézzük a szükséges dokumentumokat, ezt minden alkalommal, amikor ellenőrzésre megyünk vállalkozáshoz, mindig viszünk szükséges dokumentumokat. Szerintem már mindenki kívülről fújja, és minden fiókban van egy az asztalnál, mert mindig adunk egyet. Ez azért is van, mert igenis ez egy checklista-szerűen ki lehet pipálni azt, hogy mi az, ami kell egy tanulószerződéses tanulónak, hogy rendelkezzen a vállalkozás nyilván foglalkoztatási oldalról. Ezt most itt külön nem fogom végigemlíteni, mert nem változott. Itt annyit viszont mindenképpen elmondanék, hogy ugye, azt az előbb is elmondtam, hogy a juttatásokra vonatkozóan a régi szabályt használjuk.
Tehát az étkezési hozzájárulásra és az egyéb szabályokra ugyanaz vonatkozik, mint régen. Itt nincs összevont egyéb juttatás, mint a szakképzési munkaszerződésnél. A régi vonatkozik rá, étkezési hozzájárulás, munkaruha, mindennel együtt, ami korábban is volt. Egyébként látható a felsorolásból, nem változott. És akkor a juttatásra vonatkozóan még annyit szeretnék elmondani, hogy ezt a megszokott módon kell tehát emelni, ugye a régi szabály szerint, tehát a minimálbérnek megfelelően emelni kell. Itt most ez külön fontos, hogy itt naptári évre meghatározott minimálbérről beszélünk. Tehát nem a január 1-én érvényes, naptári évre meghatározott. Tehát bármelyik pillanatban, ha megjelenik az új minimálbér, akkor arányosítani, vagy tehát fel kell emelni a tanulói juttatást ehhez. És itt még ugye érvényben van az emelés szempontrendszere, amit a tanuló szerződés mellé kellett csatolni. Ezt is alkalmazni kell, mert lezárt fél évünk van, most lesz a változás, vagyis hát a fél évváltás. Így tehát ennek megfelelően is emelni kell a tanuló szerződéses tanulók juttatását. Én azt gondolom, nagyjából végigértem a témáimon, remélem, hogy mindenki választ kapott minden kérdésére, ami eddig volt. Hogyha esetleg új kérdés van, akkor ezt egy nagyon rövid, én úgy látom, hogy van, tehát egy rövid technikai szünetet tartunk, és utána rátérünk a feltett kérdésekre.
Két kérdést kaptunk, reméljük azért, mert mi valóban mindenre igyekeztünk válaszolni a beérkezett kérdések alapján. Az egyiket szerintem már megválaszoltuk duplán is. Szakképzési munkaszerződés mintát ad-e a kamara? Igen, már ki is vetítette Bogi, itt van. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette most is azt a tanulószerződéshez hasonlóan a szakképzési munkaszerződés mintát is, amit a honlapunkon is meg lehet találni. Ahogy elmondtuk, ez minta, nyugodtan lehet átalakítani, sajátot csinálni. Az a lényeg, hogy a törvénynek, munkatörvénykönyvének és a szakképzési törvénynek meg kell felelnie, és hogy írásban kell megkötni az adott feleknek. A másik kérdés az átjárhatóságra vonatkozott, hogy a kétféle képzés, szakképzési, a szakképzőiskolai és a technikumi képzés között hogyan lehet váltani, például ha az adott iskola nem indít mondjuk a szakképzőiskola mellett technikusi képzést. Igen, az átjárhatóságnak lesznek ilyen akadályai, mindig is voltak. A felsőoktatásban ugye régóta van átjárhatóság, ott is ez van. Itt is ez nyilvánvaló, hogy a jövőben ki fog alakulni. Ahogy minél többen jelentkeznek a szakképző intézménybe, annál könnyebb lesz ezt megvalósítani, hiszen akkor meg lesznek az iskolának a technikai személyi feltételei, hogy indíthasson szakképző iskolai képzést is, 3 éves képzést is, és technikusi képzést is. Tehát én arra biztatok mindenkit, hogy válassza a szakképzést, hiszen a technikumban megkapja az érettségi bizonyítványát, emelt szintű érettségit tesz a szakmai tárgyából, megtanulja azokat a szakmai alapokat, amivel bizonyára utána nagyon jól fog boldogulni a felsőoktatásban, a munkaerőpiacon pedig még inkább, és munkabért és ösztöndíjat is kap. Úgyhogy válasszák a szakképzést. Köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk tartott, akik utólag fogják megnézni, nekik is van természetesen lehetőségük kérdést feltenni. Az e-mail címünket szerintem mindenki tudja, de a HKIK honlapján meg lehet találni, tehát nyugodtan kérdezzenek, szívesen segítünk, állunk rendelkezésre, hívjanak bátran. Így nem mondom, nem véglegesen búcsúzunk, hiszen még tervezünk hasonló témájú rendezvényeket. Érintettük, látjuk azt, hogy szükséges, hogy a minőségbiztosítás és a képzési program elkészítésében adjunk további segítséget. Ebben mi is megnézzük azokat a legfontosabb szakmákat, amiben most indulnak, és ebben megadjuk a megfelelő segítséget a gyakorlati képzésbe bekapcsolódó vállalkozásoknak, és feltérképezzük, hogy mi a képzési hajlandóság, milyen szakmákban lépjünk és segítsünk ennek az elkészítésében. Online módon tervezzük, hogy a képzési program készítéséről, te a módszerről egy bővebb előadást tartunk még hasonlóan, mint ahogy ez most történik, és aztán utána meglátjuk azokat a témákat, ami még fontos lehet. Várjuk ebben az önök javaslatait is, küldjék el számunkra, és ígérjük, hogy a közeljövőben elkezdjük a felkészülést, felkészítést közösen. Köszönjük szépen! Köszönjük a figyelmet!